Szeretettel köszöntöm Önöket, benneteket. Ez a Zöld Generáció ifjúsági tagozatának újabb vita estje, ahol arról fogunk beszélgetni a következő másfél órában, hogy proxy háború vagy sem, ami Ukrajna területén zajlik, és körbejárnánk azt is, hogy mi az ukránok igazsága. Én Unori Molnár Dóra vagyok. Előjáróban engedjetek meg annyit, hogy újságíróként hadd örömködjek egy kicsit, mert szervezőknek nagy köszönet, mert szerintem a vita, a szervezett nyilvános vita úgy hiányzik a magyar nyilvánosságnak, mint szárazföldnek az eső. Ezt mindenképpen akartam mondani, és akkor vágjunk bele. Köszöntöm a vita résztvevőit, Ungár Pétert, az LMP országgyűlési képviselőjét, a párt frakciójának vezetőjét, és köszöntöm Jeszenszky Zsoltot, politikai hobbistát. A Peti miért nem kapott tapsot? Okay. Egyszer kaptátok. Egy tapsot kaptunk el. Jó, bár megtisztelő egyébként, hogy egy párt elnökével, hogy majd a pariban beszélgethetek, mezei hobbistaként. És akkor éppen azért, hogy a vita kereteit kijelöljük, próbáljuk ki azt, hogy hány pontban van egyetértés, és rögtön a legelejével kezdeném, hogy abban van-e egyetértés, hogy ki az agresszor. Tehát egyetértetek-e abban, hogy Oroszország megsértette a nemzetközi jogot azzal, hogy területszerző inváziót indított Ukrajna ellen? Igen. Igen. Sziasztok. Na, ebből nagyon következik a második kérdés, hogy ilyen körülmények között viszont maradhat egy ország semleges, a közvéleményre gyakorolt hatás az milyen ennek a háborúnak, kimaradhatunk-e belőle, mondhatjuk-e azt, hogy ez nem a mi háborunk, erről mi a véleményetek, és itt főleg a morális részére kérdezek. Szerintem ez egy nehezebb kérdés. Nagyon sok olyan háború volt van a világon, ahol egy ország megtámad egy másikat, és Magyarország mégis mind a média nyilvánosság struktúráját tekintve, mind pedig mondjuk a ilyen konkrét nemzetközi szervezetekben való szavazást vagy diplomáciát tekintve semleges marad, amikor egy szubszaharai országban hasonló a nemzetközi jogot megsértve megtámadnak egy másikat, akkor általában ezt szoktuk csinálni. Most viszont szerintem erre sokkal kevesebb lehetőség van, és ennek egy nagyon egyszerű oka van, hogy ez a szomszédunkban zajlik. Tehát itt nem az a kérdés szerintem önmagában, hogy morálisan mi a véleményünk erről a háborúról, hanem mivel ez a háború a közvetlen környezetünkben zajlik, ezért nem csak morális, hanem nacionalista szempontból is valamilyen véleményt ki kell alakítanunk az eseményekről. Nekem ez a vélemény. Megint csak egyetérteni tudok minden, csak minden részével, nyilván nem ellenmondva, hanem tovább gondolva ezt az egészet. Az, hogy a szomszédunkban zajlik ez a háború, ez valóban egy teljesen más gyakorlati helyzetet teremt, mint hogyha Szudán és Dél-Szudán között zajlana, vagy mondjuk Eritrea és Etiópia között. De nemzetközi jogilag egyébként értelmi különbség valóban nincsen. De mivel itt van a szomszédunkban, ez számunkra is egy helyzet. Viszont ugyanazért, amiért itt van a szomszédunkban, még fokozottabban jelentkezik az a másik helyzet is, hogy ki kell maradnunk belőle, mert az Eritrea és Etiópia közötti háborúban nem kérdés, hogy ki maradunk, mert hogy ez nem terjed ide hozzánk. A szomszédunkban zajló háborúnak sokkal nagyobb az esélye, hogy esetleg átterjed, vagy úgy, hogy a harcok a magyar határon belülre is elérnek, vagy valamilyen módon bekeveredünk, belesodódunk, részt kell vennünk a háborúban, és ezért még annál is fontosabb, hogy minden lehetőséghez mérten maradjunk ki belőle. Mert hogy egyébként a háború, az tök mindegy, hogy Eritreában vagy Ukrajnában zajlik, természetét tekintve egyforma emberek meghalnak. Nem távoli, névtelen, személytelen tankok, automatizált eszközök harcolnak egymással, hanem emberek, akiknek vannak
gyerekeik, szüleik, testvéreik, házastársaik, barátaik és ezek az emberek meghalnak ebben a háborúban. És innentől kezdve szerintem, ha morálisan nézzük, akkor is az elsődleges moralitás szempontját is az elsődleges az, hogy emberek ne halljanak meg. És csak másodlagos az, hogy kinek van igaza. Ki lehet-e maradni akkor, ha részei vagyunk egy nyugati szövetségi rendszernek, a NATO-nak, illetve az Európai Uniónak, és ki lehet-e maradni akkor, ha egyébként az a terület, ahol zajlik ez a háború, ott magyarok is élnek, magyar kisebbség. Igen, itt részben erre válaszolva, részben Zsoltra reagálva, tehát legyen béke, pont, igen. Ez egy nagyon nehezen vitatható állítás. Itt olyan emberek halnak meg ebben a háborúban, akiknek személyesen semmilyen felelősségük nincs abban, hogy ez a háború elindult, és ez egy szörnyű dolog, hiszen ezeket az emberéleteket nem lehet pótolni. Ugyanakkor ez a háború abból adódóan, hogy nem most indult, tehát ez nem február 24-én indult, hanem 2014-re, és majd erre a Zsolt azt fogja mondani, hogy valójában nem akkor, amikor én mondom 14-ben, hanem előtte a Majdanon, de ez egy téves állítás, de mindegy. Még előbb egyébként. De hó, akkor már nem tudom, visszamegyünk. Bukarestben. Ja, Bukarestben. Azt hittem, hogy Kucsmáig megyünk vissza, meg Ukrajna. Kravcsukig is vissza. Kravcsukig, rendben, de valójában ez a háború, ez 14-ben indult. És ebből adódóan ott is persze volt egy automatikus reakció, ami bizonyos szempontból érthető és morálisan helyes is volt, hogy azt egy fegyverszünettel minél hamarabb zárjuk le, de azt látszik, hogy az a fegyverszünet, az a véleményem szerint, és amúgy most már talán ez egy többségi álláspont, rossz fegyverszünet részben okozta azt, hogy utána újra harcok vannak és újra háború van. Tehát ez nem egy ilyen egyszerű kérdés. A másik, a határon, tehát a kárpátaljai magyarok szempontjából megnézve. A kárpátaljai magyarok első tény, önhibájukon kívül átkerültek több másik ország, nagyon sok útlevelük volt a két háború között, majd utána később, átkerültek egy másik országnak a területére. Ez egy vitathatatlan állítás. A másik állítás, hogy ez a második ország, ahol a legtöbb ideig a kárpátaljai magyarok éltek, ezt Szovjetuniónak hívták. Meg lehet kérdezni bármely kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetet, hogy a kárpátaljai magyarság jogai a Szovjetunión belül, vagy hogy emlékeznek a szovjet időre Ungváron vagy Munkácson, és akkor jön a harmadik állítás. Ebből adódóan már csak ezért is nekünk nagyon negatívan kell gondolnunk arra, hogyha zajlik egy reszovjetizációs kísérlet, mert az a kárpátaljai magyarok számára rossz emlékeket és rossz élményeket idéztet. Összességében igen, béke, a béke nagyon fontos, de ha a békének az eredménye, egy tűzszünetnek az eredménye a további háborúskodás, akkor az nem old meg a végén sokat. Ezzel sem nagyon tudok vitatkozni, hogy olyan tűzszünetet nem érdemes, vagy legalábbis nem sokat ér kötni, ami bevele van kódolva. A további háborúskodás. És most itt nyilván sok irányba elmehetünk, mert egyébként sok rész témát is érintettél, például a reszovjetizáció, amivel kapcsolatban most akár vitába is szállhatnék, de akkor rögtön meg fogom kapni, hogy putyinista, meg orosz propagandista vagyok. De azért azt szeretném leszögezni, hogy jó, menjünk egy kicsit bele ebbe a reszovjetizációba. Van ennek egy nagyon erős retorikai oldala, hogy Putyin az orosz lakosság felé, vagy appellál az orosz lakosság egy részében meglévő nosztalgiára a szovjet idők felé, mint ahogy Magyarországon is a Kádár korszak irányába van egy jelentős nosztalgia sokakban, meg egyébként, mit tudom én, az angoloknál is van egy jelentős nosztalgia. Victoria királynő, vannak ilyen nosztalgiák, ezeknek egy része mondjuk a Victoria nosztalgiát, azt jobban meg tudjuk érteni, a Kádár nosztalgiát talán kevésbé, de akik mondjuk a rendszerváltás vesztesei lettek, az ő Kádár nosztalgiájukat is valahol gyakorlati szempontból meg lehet érteni, morálisan kevésbé, és az oroszoknál is ugyanez létezik. De Putyinnak egyáltalán nincsenek olyan törekvései, hogy a szovjet birodalmat, pláne a Szovjetunióhoz annó formálisan nem tartozó, de az érdekkörébe katonailag belevont Kelet-Európát, tehát ezt a fajta birodalmi berendezkedést újra
építse vagy újraélessze, egész egyszerűen azért, mert Putyin mindenfajta egyéb ilyen Molnár Áronyi és hasonló bölcs megállapításokkal szemben nem egy beteg állat, nem egy elmebeteg. Putyin egy nagyon-nagyon okos ember, és tisztában van vele, pusztán csak a közelmúlt történelmi tényei kellően elemezve, hogy a Szovjetunió bukása az ugye az nem egy külső támadás miatt történt, persze az Egyesült Államok komoly nyomást helyezett rá a fegyverkezési versenyen, de alapvetően a Szovjetunió bukása az egy ugye, az implózió volt, tehát önmagába belezuhant, mert nem bírta fenntartani leginkább ezt a katonai rendszert. Elképesztően sok pénzébe került a Szovjetuniónak a csapatok állomásoztatása az úgynevezett baráti országokban, de olyannyira egyébként, hogy az egész Szovjetuniónak összesen kettő tagállama volt gazdaságilag nyereséges, az egyik az Oroszország, a másik, nem tudom, kitalálják, hogy kell. Azerbajdzsán, az olajmért. Az összes többi, az bukó volt a Szovjetunió számára, hogy fenntartsák, de nyilván a méret azért, mint hogy az Egyesült Államok számára, és mondjuk Wyoming és Montana valószínűleg bukó önmagában, de a méret, nyilván a méretnek van egy fontos szerepe. Az a lényeg, hogy ezt Putyin is tudja, hogy ezt a fajta katonai erővel, politikai erőszakkal valaha létezett birodalmat ő nem tudná és nem is akarja ezért újraéleszteni. Neki tökéletesen megfelel, és egyébként az orosz érdek az ez, hogy egy erős gazdasági befolyásra tegyen szert ebben a térségben, vagy tudjon fenntartani, hogy megkerülhetetlen tényezőként továbbra is a leginkább a nyersanyagok, energiahordozók exportjával Oroszország egy fontos játékos, a legfontosabb szereplő legyen ebben a térségben. Tehát ennyiben van reszovjetizációs törekvés. Az ukrán, a kárpátaljai magyarok számára egyébként a szovjet idők valóban nem egy kellemes emlék, de az ukrán idők sem egy kellemes időszak, főleg az elmúlt mondjuk 8 évet tekintve. Tehát a Kravcsuk és a Kucsma alatt valóban volt egy nagyon jelentős javulás a kárpátaljai magyarok helyzetében, olyannyira, hogy a 90-es évek legelején akkor még konkrétan a kárpátaljai magyarok helyzete volt, még a többi szépen a legjobb, beleértve Szerbiát, Szlovákiát, akkor még Csehszlovákia, Romániát is, tehát a kárpátaljai magyaroknak volt a legtöbb önrendelkezési joga. Nem éltek jobban, mint az erdélyi magyarok, mert nagyon szarul értek mindannyian. Ma viszont a kárpátaljai magyarok vannak persze a leghosszabb helyzetben, és a ma alatt értem az elmúlt 8 évet, nem csak most, hanem a háború előtt is. Tehát nekik igazából, ők csöbörből vödörbe kerültek szegények, de az a helyzet, hogy a Majdant megelőző Janukovicsi időszakban komoly autonómiákat kaptak a kárpátaljai magyarok. Nyilván abban adódóan, hogy Janukovics az oroszoknak is rengeteg autonóm, tehát nem volt konkrét autonómia, az messze volt, nagyon messze voltak, de egy csomó olyan kollektív jogot kaptak az Ukrajnában élő oroszok, amit egyébként minden nemzeti kisebbség megkapott, így a magyarok is megkapták, tehát használhatták a nyelvüket az iskolában, a közigazgatásban, és egyébként úgy nem nagyon bántotta őket senki. És ez a 2014-et követő időszakban jelentősen megváltozott. Tehát volt egy jobb helyzet, és paradox módon, vagy legalábbis látszott paradox módon, ez pontosan arra az időre tehető, amikor Ukrajna egy sokkal inkább Oroszország barát politikát folytatott. Kanyarodjunk vissza a gondolatban egy erejére, mielőtt válaszolnál, Peti, hogy ő valóban egy jó stratéga és okos politikus Putyin akkor, amikor elindítja ezt a eszkalációt, ugye ha veszük 2014-től induló háborúban, az a 2022-es újabb lépés, az egy eszkaláció, vagy mégiscsak elszámolt valamit? Én szerintem, tehát akkor kezdjük itt. Most anélkül, hogy belemennénk egy ilyen szovjetológiai szakvitába, én nem gondolom, hogy jól állapítottad meg, hogy mi volt a Szovjetunió bukásának az oka, és ez szerintem fontos lesz, és válasz erre. Tehát a Szovjetunió bukásának az oka a rendszer gyengeségén kívül, és az Egyesült Államok megnyerte a csillagháborút, meg a fegyverkezési versenyt ezeken kívül, és azért, mert a
nem volt innováció, ezeken kívül mind a Szovjetunió, és még a Szolzsenyicin is ezt mondja, nagyrészt a nemzetiségi kérdések miatt bukott meg. Utána a Szovjetunió elszakadását követően véres háború volt Csecsenföldön. Oroszország jelenleg egy multietnikus ország, most is, ahol olyan területeken kell totális diktatúrával fenntartaniuk a hatalmukat, ahol az oroszok parányi kisebbségben vannak. És értelemszerűen az, hogy Oroszország visszaszorult az a területet, és ők úgy érezték, hogy olyan területeket vesztettek, amelyek valójában orosz területek, közben ott más nemzetiségű emberek éltek, és lehet ezen, mert szoktak a magyar jobb oldalon viccelődni, hogy haha, mi az az ukrán, egyértelműen látszik az, már abból, hogy mostanáig milyen lelkesedéssel kitartottak a saját hazájuk védelmében, hogy ez egy egyértelműen létező nemzet, tehát ez most látszik. Vagy nem is létrejött hirtelen, mert ez egy fontos. Ezt amúgy a Kreml propagandistáik szokták mondani, hogy a háború egyik legnagyobb következménye, hogy létrehoztuk Ukrajnát, ezt a Szolovjev meg ezek mondják, ez nem így van, de értelemszerűen látják ők is, hogy ez egy létező nemzet, és az oroszoknak ebből, az egészből adódóan van egy méret és identitás problémájuk. És abból a szempontból ez egy reszovjetizációs kísérlet. Nézd meg, hogy beszélnek a Szovjetunióról. Egészen a 2000-es évek elejéig úgy beszéltek róla, mint hogy az orosz nép volt a szovjet kísérlet első áldozata, akkor még arról beszéltek, hogy az egész lenini puccsot a német titkosszolgálat robbantotta ki az orosz nép ellen, azért, hogy megkössék a Brest-Litovszki békét, még ezt mondták a jelszínék. Ezzel leválasztva az orosz történelemnek a létező fejlődéséről az egész szovjet kísérletet, ezért építették a sok templomot, ezért volt a visszatérés az ortodoxiához, kvázi azt mutassák, hogy ez egy történelmen kívüli állapot volt, amelynek az orosz nép az első áldozata. El akarták még vinni az elején a Lenint a Vörös térről, nagyon helyesen el kellett volna vigyék, tehát ez volt egy ilyen törekvés, és ez teljesen megfordult. És azóta a Lavrov ember a legszörnyűbb, de az összes úgy beszélnek ezek az emberek, mint hogyha 1974-es brezsnyevi paneleket mondanának, az egésznek az érvrendszere szovjet, rendkívül szovjet, és honnan látszik ez a legjobban, és erre nem tudok, nekem pedig elég sok jobboldali embertől megkérdeztem ezt a kérdést. Onnan látszik, hogy ez egy reszovjetizációs kísérlet, hogy arra válaszol Zsolt, hogy miért nem úgy nevezték el, hogy Donyecki köztársaság? Miért úgy nevezték el, hogy Donyecki népköztársaság? Miért kellett bele az, hogy nép? Tudták, pontosan tudták, hát ezek nem hülyék, hogy ez mit jelent. Azért, mert az egész legitimitása az, hogy ez a miénk volt, mert amikor népköztársaságot hoztunk létre, az annak a jelzés, hogy a katonai dominancián kiterjed, ameddig az orosz hatalom kiterjed. Ami a szovjet kiterjedés alatt volt a legnagyobb. Ha nem lenne, tehát ez a kérdés, miért népköztársaság akkor, hogyha nincs reszovjetizációs kísérlet? Fú, akkor három dolog. Az egyik, hogy valóban a Lenint nyilván nem lett volna ügyesség elvinni a Vörös térről, ez nem történt meg, és hogy van, azt én is mondtam, hogy van egyfajta ilyen a szovjet nosztalgiának egy újjászületése az Oroszországban, de az, hogy ez mennyi, hogy ez a gyakorlatban mennyire valósul, meg milyen mértékben, azt látjuk, hogy elenyésző ahhoz képest, amennyi Marx szobrot Németországban avatnak. Tehát a marxizmus újjáéledése az nem Oroszországban történik, az Németországban történik. Egyébként azt én is elmondtam az előbb, hogy a Szovjetunió iránti nosztalgia az egy létező dolog Oroszországban, és Putyin erre egyébként retorikailag is nagyon sokszor rátesz, Lavrov is, persze, és a népköztársaság elnevezés is valóban ennek a része. De még egyszer mondom, hogy ez nem azt jelenti, hogy annak bármifajta realitása lenne, és ezt ők is nagyon jól tudják, hogy a szovjet birodalmat abban a formában újjá építhetik. És az is kétségtelen egyébként, hogy a nemzeti kisebbségek az Oroszország, vagy Szovjetunióban is egy nagy probléma volt. Az mindenhol nagy probléma egyébként a nemzeti kisebbségek ott, ahol nincs meg a megfelelő jólét ahhoz, hogy ezek a részben emocionális, részben történelmi érzések, ezek ne lennének kellően erősek. Tehát ahol megfelelően nagy a jólét, ott tudják relatíve kezelni a kisebbségi kérdéseket, megjegyzem, ott semmi. Nézzük meg Spanyolország példáját, ahol Katalónia, ugye a Spanyolország legfejlettebb, gazdaságilag legerősebb térsége,
és elmondtam, önállóvá akar válni Spanyolországról, de Baszkföld, de ugyanez a helyzet, a baszkok kaptak egy csomó engedményt a spanyoloktól, most negatíve csöndben vannak, nézzük meg Írország, és Észak-Írországtól, illetve pontosabban ugye a ír katolikusok a szemben az északi protestánsokat, tehát ez egy most jelenleg valamennyire nyugvó ponton lévő, de ki tudja, hogy meddig, tehát ezek a kisebbségi kérdések, ezek kis és nagy országokban egyaránt, azt hiszem, hogy ezek örökké velünk vannak, és ezeket az egyetlen a jólét, ami relatíve ezeket a mondjuk viszont nyugvó pontokon tudja tartani. De ugyanez a helyzet, ebből kifelé a Ukrajnában is, tehát a kisebbségi, a nemzetiségi kérdés az Ukrajnát is ugyanúgy feszíti szét, ahogy annak idején a Szovjetuniót, vagy éppen Oroszország jelenleg területének egy részét is szétfeszíti. Sőt, Ukrajnából a szempontból azért is áll rosszabbul, mert valóban katonai erővel, vagy legalábbis felülről jövő irányítással is valamennyire a kisebbségi, a nemzetiségi problémákat fékkel lehet tartani. Ez a másik eszköz a jólét mellett, hogy egész egyszerűen az, hogyha valaki balhézik, akkor az államhatalomtól fél, és mindegy egyébként, hogy miért balhézik, de hogyha kisebbségi okokból is balhézik, nem, tehát egyszerűen nem mernek az emberek nacionalista szólamokat, úrokat pengetni, vagy talán nacionalista tüntetéseket szervezni, esetleg erőszakban nem, mert nem fordulnak a nacionalista érzések, mert az államhatalomtól retorziójától való félelem ezt megakadályozza. Nem mondom, hogy az államhatalom retorzió az egy jó dolog lenne, csak hogy most pusztán teljesen értéksemlegesen mondom, hogy valóban a szovjet berendezkedés az relatíve nyugvó pontot tudta tartani ezeket a problémákat, és ennyiből igazad van, hogy a nemzetiségi kérdés is ott feszült a Szovjetunióban, de amíg ezt nyugvó ponton tudták tartani karhatalmi eszközökkel, addig nem okozott a Szovjetunió szétesését, szerintem egyáltalán nem ez okozta, hanem a Szovjetunió szétesését követően, vagy meggyengülését követően, amiket az részben általam felsorolt, részben általam is alátámasztott okokból történtek, ezt követően ezek a nemzetiségi problémák felszínre tudtak törni. Na de akkor miért indított háborút mégis Putyin, hanem a birodalmi elképzelések állnak mögötte, a stratégiája mögött, vagy a reszovjetizáció? Igen, tehát miért indult el ez a háború, és kétségtelenül, csak hogy én is mondjak egy ilyen mondatot, azt én is problémásnak tartom, hogy a mi oldalunkon, ami így mondanám, hogy egyértelműen azt gondolja, hogy a magyar érdeknek az felel meg, hogyha Ukrajna eléri a védelmi céljait, tehát ezen az oldalon is probléma az, hogy erre annyit szoktunk válaszolni, hogy Vlagyimir Putyin egy elmebeteg, ez egy ennél komplexebb dolog értelemszerűen. Azért indította ezt a háborút, mert az az elképzelése, és itt a reszovjetizáció ezt jelenti. Tehát én nem arról beszélek, hogy Ivana Andrejevna Krasznajorsz végén nagyon nosztalgikusan tekint arra az időszakra, amikor még kiutalták neki a lakást, meg nem volt ilyen infláció. Tehát nem ez, van ilyen Oroszországban, csak mivel a Putyint általában, meg a rendszert általában nem érdekli, hogy szegény krasznajorszkai nyugdíjas óvodapedagógus bármiről mit gondol, ezért erről se igazán érdekli őket, hogy mit gondol. Az a háború lényege, hogy Oroszország vissza akarja állítani azt, hogy egy nagyhatalom legyen. Nagyhatalomként tekintsenek rá a nemzetközi térfélen. Ez erről szól. Nincs, csak a nagyhatalmaknak van olyan lehetőségük, hogy megszabják, hogy az ellenséges szövetségi rendszer, vagy az ellenséges hadfőállás hány kilométerre van az ő határuktól. Egy ország, amely nem nagy hatalom, mint Magyarország, nem tudja ezt megszabni. És ha megnézzünk bármilyen statisztikát, Oroszország se fogja tudni többet megszabni. Nem lesz már nagy hatalom Oroszország. Ezen lehet szörnyűködni, lehet azt gondolni, lehet örülni, én az utóbbi mellett vagyok, nálunk általában jobb szokott lenni, ha már nem nagy hatalom, de az, hogy Oroszország mondjuk Oroszország befolyása a világra, és hogyha együttműködnénk az egész keleti blokk, tehát mondjuk Tallintól Ljubljanáig, annak a befolyása a világnak megegyező mértékű, ide fog jutni a világ. Ez lesz a jövő. Egyszerűen Oroszország abban a problémában van, hogy nem tudja eldönteni, hogy mekkora. Lengyelország egy regionális középhatalom, Oroszország egy regionális nagyhatalom, a kettő között nem olyan már különbség.
mint amit gondoltak a 70-es, 80-es években, és az ebből adódó, az ezzel szemben állás miatt indították ezt a háborút, mert azt gondolják, hogy rossz felé mennek a folyamatok, és még most kell fordítani a dolgon, mielőtt már késő. Ez szerintem a Kremlnek a logikája. Szerintem ez egy rendkívül téves logika. Mert azt nemhogy lelassítja, hanem fel fogja gyorsítani ezt a folyamatot, és Oroszország nem fog tudni már érdemben visszatérni ahhoz a nagyhatalmi státuszhoz. Sem gazdasági erejét tekintve, sem népességszámot tekintve, sem a gazdaság struktúráját tekintve egyetlen dologban tudna valódi nagyhatalom lenni, amit valamiért nem csinálnak, az pedig a kultúra. Ez az egyik legnagyobb európai kultúra, ebben tudnának nagyhatalom lenni, de ahelyett, hogy abba öltik a pénzt, hogy mindenki megtanulja ki a Cvetájeva, ahelyett abba öntik a pénzt, hogy mindenki ne higgy el, hogy mik az oltások. Tehát ez a, mindegy, ezt a felszólalást nem itt kéne elmondanom, hanem majd egyszer valakinek remélhetőleg a Dumába. De és ami még lényeg, hogy... Az oltások. Igen, hát az oltás ellenes mozgalom mögött nagyon-nagyon sok orosz pénz volt. Ez egy úgynevezett tényleg. Saját oltást fejlesztettek ki. Hát ez a legjobb. Itt van bennem egyébként. Igen, de hát ez a legjobb. Hát ez maga a szovjet módszer. Ezt csinálták a békemozgalommal, ezt csinálták az antinukleáris, nagyon sok mozgalommal ezt csinálták. És csak még egy állítás. Amit te mondtál, mert ez a Marx, meg marxizmus, az is egy, és ez nem csak, hogy miért indított a háborút, hanem miért az elején a háborút, amikor elindította, nem figyeltek arra az oroszok, hogy mi van szoft politikailag, meg hogy megnyerik a világ közvéleményt, hanem hagyták, hogy mindenki gondolja, amit akar, ahogy régen a szovjetek, és akkor ők katonai erőből megoldják. Látszik, hogy katonai erőből már most nem úgy történt ez a háború, ahogy ők akarták. Ha az ember nem Nógrádi Györgyöt nézi, aki ugye hetente mást mond a frontról, tehát ennyi önellentmondást ember még nem mondott napokon belül, akkor látja, tudja, hogy február 24-én, amikor bejelentették, azt írta a Pravda, hogy ez egy villámháború lesz, amit 3 héten belül Oroszország befejez, ez már biztosan nincs így akármi lesz. És az ebből adódó frusztráció miatt meg akarták nyerni a világ közvéleményét. És elkezdték mondani magukról azt, amit előtte soha nem mondtak, hogy a baloldali globális elittel, akik kicsit szemben mi védjük a keresztény jobboldali, elbehelyezkedtek egy teljes ideológiai pozícióba a Kremlből, ami nekik nagyon idegen volt eddig szinte mindig, azért, hogy meg tudják, befolyásolni tudják valamennyire a világ közvéleményét, és nekem az a fő kritikám, hogy ezzel a Kreml szempontjából amúgy valójában jól végiggondolt stratégiában nem, hogy beleilleszkedik a magyar kormány, hanem ennek a regionális főtámogatója. Hú, sok érdekes dolgot érintettél, és elvileg egy óránk van csak, ugye, sőt gyakorlatilag is, mert nekem nincs, úgy ígérkeztem el. Úgyhogy nem könnyű. Valóban villámháborúra számított a Kreml az elején, szerintem nem tudom, hanem egyébként sokan, és miután ez nem jött be, nyilván stratégiát váltott Oroszország, és egyébként az adott helyzethez képest szerintem nagyon jól váltott, saját szempontjukból nézve jól váltott stratégiát, mert miután látták, hogy nem tudják Ukrajnát, nem tudnak Ukrajnában egy orosz barátot, nem tudják elmozdítani a mostani kormányt és helyett egy orosz barátot felállítani, ezért az egyetlen lehetőség, ami maradt számukra, az, hogy Ukrajnát gyakorlatilag a földdel egyenlővé tenni, hogy ne legyen, ne képezzen semmilyen értéket a nyugat számára. És itt van egy nagyon fontos dolog, hogy miért tört ki a háború, illetve hogy Putyin miért támadta meg Ukrajnát. Putyinnak nem látok be a fejébe, nem, hogy ott a John Malkovich menet, amikor az ember be tudott lépni a Malkovich fejébe. Nyilván én nem vagyok képes, de egy picit hátrébb lépve és az emocionális részben érthető orosz ellenességgel szemben, mert egyébként én sem szeretném, hogy Oroszország újra nagy hatalom legyen, és itt a túl nagy befolyás legyen nyilvánvalóan, de hogyha ezektől a részben emocionális indítatásoktól egy picit hátrébb lépünk, akkor azt látjuk, hogy Putyinnak tényleg, amit az előbb is mondtam, nem éri meg, nem érte volna meg korábban sem katonai kalandokba bocsátkozni, vagy egyszer katonai erőfeszítéseket tenni, hogyha gazdaságilag Oroszország helyzetét erősíteni tudja. Csak hogy adódott egy olyan helyzet, hogy nem adódott, mert ez évek alatt alakult ki, hogy a nyugat a
az Egyesült Államok vezetésével úgy érezte, hogy Oroszország egyszer és mindenkorra megloppantható, vagy legalábbis a nagy hatalmi státusza az megszüntethető, ahogy te azt gondolod, hogy ez így is van. Én nem lennék ennyire optimista ebben a kérdésben, én nagyon egyszerűen abból kifejezem, hogy Oroszországnak van a legnagyobb atomarzenálja. Tehát valóban sok szempontból nem lesz már olyan hatalma Oroszországnak, mint régen volt például abban, hogy mondjuk ideológiailag a világ jelentős részét befolyásolni tudja, de ezek az atomfegyverek, ezek nem ideológia és nem morál alapján működnek. Tehát ez egy olyan adottság, amivel ha tetszik, hanem számolnunk kell, hogy Oroszországnak egy olyan katonai potenciálja van, ami képes arra, hogy elpusztítsa a világot. És főleg úgy, hogy az Egyesült Államok hasonló méretű atom arzenálja, hogyha ez a kettő elkezdi egymást megpróbálni kiütni, akkor ezek nem semlegesítik egymást, hanem fokozzák a hatást, tehát akkor biztos, hogy elpusztul ebbe a világ. Úgyhogy Oroszország ilyen tekintetben, vagy emiatt soha nem lesz megkerülhető. És ez nekünk bárhol is élünk, főleg, hogyha itt élünk a közelben, bármit is gondolunk róla, ezzel számolnunk kell, ezt el kell fogadnunk, és nem hiába moralizálunk, nem csak, hogy azzal nem érünk semmit, hogy a Putyin egy beteg állat, hanem hogyha ezt az egész kérdést ilyen elvi síkra próbáljuk terelni, hogy kinek van igaza, akkor is egy atomhatalom Oroszország. És szerintem egyébként hálásnak kell lennünk a Jóistennek, hogy Putyin személyében tényleg egy értelmes, pragmatikus vezetője van Oroszországnak, aki persze rendelkezik bizonyos szovjet nosztalgiával is akár, vagy vannak talán túlzott elképzelései is Oroszország egykori dicsőségének helyreállítását tekintve, de azért mondom, tisztában van vele, hogy ez gazdasági eszközökkel lehet elérni, és ezt ő nagyon határozottan, nagyon komolyan sokáig így is próbálta elérni. De amikor az Egyesült Államok folyamatosan ezzel szemben azért azon dolgozott, hogy Oroszország gazdasági erejét is jelentősen csökkentse. Leginkább amiatt egyébként, hogy az orosz-német közeledés, ami nagyon jellemző volt mondjuk a 2000-es évek, az első évtizedre, az az Egyesült Államok számára az olyan, ami volt, mint a vámpírnak az ezüst golyó. Tehát, hogyha Oroszország és Németország egymásra talál, hogy az orosz nyersanyag és energiahordozók és a német technológia, hogyha ezek valamilyen módon egy ilyen lehet, hogy picit utopisztikus, de eurázsiai birodalomban egyesülnek, az egy olyan világhatalom, ami abszolút ott van pariban az USA-val és Kínával, sőt, még akár annál egyen erősebb is. Én nem mondom, hogy mi ezt kívánjuk itt Közép-Európában, de rossz tapasztalataik vannak a német-orosz közeledésekből, de hogyha emellé, mondjuk úgy, hogy kötőanyagnak egy megerősödött Közép-Európa be tudott volna illeszkedni, és ne felejtjük, hogy Közép-Európa összesen 40 milliós Lengyelországgal, 10 milliós Magyarországgal, 20 milliós Romániával, akkor vagy esetleg még akár a Balkán az természetesen, mert ugye csehek-szlovákok, de még a baltiak, de még akár Ausztria-Oroszország is ilyen szempontból tekinthető némileg Közép-Európának, hogyha ez a nagyjából 100 milliós lakosság is itt van, akkor azért az orosz-német közeledés, a német technológia, munkaszervezés és az orosz nyersanyagok között megjelenne, hogy megjelent volna egy jól képzett, de olcsó munkaerő is Közép-Európában, és ez már tényleg egy világhatalmi státusz lett volna. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit utopisztikusnak tűnik, de sokkal kevésbé az egyébként, mint elsőre annak tűnik. Tehát ennek megvolt, ha távoli is, de volt valami fajta realitása ennek. Na ezt az Egyesült Államok semmiképpen nem vállalatta be, és az ő szempontjukból is tökéletetőbb, az Egyesült Államok fennmaradásának elengedhetetlen feltétele a nagyhatalmi státusz. Ez az ország, ez csak és kizárólag úgy működik, hogy a nagyhatalmi státusz. Szóval Oroszország is csak így működik egyébként, és igazából Kína is csak így működik. Tehát a nagyhatalmi, hogy mondjam, a tehetetlenségi erő viszi abba az irányba, hogy ezek az országok nem tudnak más módon fennmaradni, mert hogyha az Egyesült Államok visszaszorult volna az amerikai kontinensre, akkor ugyanúgy magával zuhant volna, nem tudta volna fenntartani sem katonailag, sem gazdaságilag azt a rendszert, amit egyébként a világ nagy részében működtek. És ezt nem hagyhatta. És valószínűleg nagyon kevesen ismerik és látták azokat a videókat, hát ezt nem én mondom, meg nem valahol hallottam valamilyen barátomtól, bár olyan konkrét sztori is van, hogy a kollégám Ádám meséli, hogy a
A szomszédja, a Karcsi, aki már szegény nem él, 500 hrivnyát kapott Kárpátalján azért, hogy menjen a Majdanra tüntetni. Tehát ennyire volt spontán a majdani tüntetés. Tehát ez egy nagyon is megszervezett akció volt, ahova pénzért, buszokkal, vonattal vitték az embereket, valaki ezeket megszervezte. De mondom, ott vannak ezek a videók az interneten elérhetőek, hogy ahol mondjuk Joe Biden nem nyilatkozik, hanem kérkedik büszkén azzal, hogy amikor a fia, ugye Hunter Biden bekerült az ukrán gáz kereskedő cég, a Burisma igazgató tanácsába, hogy ez valami eleve már egy picit olyan furcsa, hogy egy amerikai akkor alelnöknek a fia az mit keres egy ukrán gáz cég igazgató tanácsában, bekerült, majd pedig az akkori ukrán főügyész nyomozást rendelt el a Burisma és Hunter Bidennel szemben. Joe Biden pedig Kijevbe utazott és közölte az ukrán vezetéssel, hogy ha nem váltják le ezt a főügyészt, akkor nem kapja meg Ukrajna azt az éppen akkor aktuális másfél milliárd dolláros kedvezményes hitelt az Egyesült Államoktól, amiről megállapodtak. Mire mondták neki az ukránok, hogy hát ő ilyet nem mondhat, mert nem ő az elnök. Mire mondta Joe Biden, hogy hát akkor hívjátok fel az elnököt, ha akarjátok, majd nézzétek meg. És utána azt mondta, hogy egy óra múlva megy a gépen Kijevből, vagy leváltjátok a főügyészt, vagy nem. Vagy leváltjátok, és vagy pedig nem kapjátok meg a pénzt. És őt hát passzátok meg, leváltották. És ezt a sztorit, amit most elmeséltem, tudjátok, kitől tudom? Moszkva. Honnan? Moszkva? Azt mondtad? Moszkvától. Moszkvai híre. Na most ez a nagyon szomorú dolog, hogy szerintem ebben a teremben nagyon sokan ennyire tájékozódnak a médiából, hogy egy ilyen híre azt gondolják, hogy ez csak is orosz propaganda lehet, és ez mindig nagyon jó. Hadd válaszoljam meg én a Zsoltnak a kérdését, ahol ezt a történetet 0-24-ben lehet hallani, az a Fox News. Tehát az amerikai jobboldal ezt folyamatosan mondja, most igen. Van a CPAC, az amerikai konzervatívok, csak egy mondat, az amerikai konzervatívok kongresszusa, folyamatosan ezt mondják, és úgy az van kivetítve, hogy the Biden crime family. Ezt csak azért mondom, Putyinról ilyet Oroszországban nem hallasz, Joe Biden ellenzéke, meg ezt elmondja Joe Biden, ez a különbség. Akkor elmondom a lényeget, tehát még mindig nem találtatok, hogy ki mondta ezt el, Joe Biden, ott van az a videó, ő a szájával beszél, ezt ő maga mondja, ezzel kérkedik, hogy megzsarolta az ukrán vezetés, hogyha nem hagyják abba a nyomozást a fia ellen, és nem váltják le az ukrán főügyészt, akkor nem kapják meg a lóvét. A következő ilyen hasonló eset, az pedig pontosan a Majdan idején történt, ez egyébként még szélesebb körben elérhető, mert erről még Wikipedia szócikk is van. Honnan tudjuk, hogy igaz? Hát oké. Okay. Egyébként onnan tudjuk, hogy mert a Wikipedia az egy jelentősen a globalista baloldal felé húz, de nyilván bizonyos tényeket nem lehet megkerülni. Az történt, hogy Victoria Nuland, akkori külügyminiszter helyettes, most is az egyéb, nem most azt hiszem, ilyen európai ügyeket felelős államtitkár, igen. Ő személy beszél a kijevi amerikai nagykövettel arról, hogy ki legyen majd az ukrán miniszterelnök. És arról beszél, hogy három jelölt volt, Klitschko, Jacsenyuk, vagy ez a, hogy hívják, nem a Timoshenko, az a csaj. Nem, ő börtönbe Kijavuk, ő volt az ilyen radikális nacionalista Kijavuk, és elmondja a Victoria Nuland az amerikai nagykövetnek, hogy hát a Kijavuk ugye túl radikális, a Jacsenyuknak megvannak a megfelelő kvalitásai, meg egy ilyen simulékonyabb típus is, a Klitschko pedig majd legyen mellette állandóan tanácsadóként, és hetente háromszor beszéljenek egymással. Tehát az amerikai külügyminiszter helyettes megszervezte, hogy ki lesz Ukrajna miniszterelnöke. Erről hangfelvétel van, amit Victoria Nuland mondja a szájával ugyanezt. Tehát egyértelmű, hogy az Egyesült Államok masszívan beleavatkozott Ukrajna politikai történéseibe annak érdekében, hogy a saját érdekeinek megfelelően az orosz-európai közeledés megakadjon, és egy ilyen bástyát tudjon az Egyesült Államok és a NATO létrehozni Ukrajnában, ugye nem utolsó sorban különböző rakéták, bázisok telepítésével, ami beszorítja Oroszországot egyszer és mindörökre. Ez volt a terv. És ezt Putyin egyszerűen nem akarta hagyni, és megint csak a saját szempontjából ezt megérthetjük, mert ha Oroszországot továbbra is
meghatározó szereplőként kívánja tudni itt az eurázsiai térségben, akkor egy ilyen beszorítósdit nem engedhet meg magának. Az sem, hogy Ukrajna NATO-tag legyen, az sem, hogy Georgia NATO-tag legyen. Egyébként ugye ez volt az a bizonyos bukaresti konferencia, ahol meghúzta az úgynevezett vörös vonalat, hogy ez eddig is nem tovább, tehát Georgia és Ukrajna, akkor még Grúziának mondtuk, nem lehet NATO-tag. Amit egyébként akkor meg is ígértek neki, hogy nem lesz. Jó. Nekem az az egyik kedvenc ilyen magyar jobboldali tévképzetem, hogy egyszerre az orosz szempontból a legcinikusabb geopolitikai stratégiát játsszák, tehát mindent értéksemlegesen vizsgálunk, utána meg, mint ahogy a Csokos asszony című operetben van, mint a vidéki naiva paksor, meg döbbenünk. Tehát ilyen megfogjuk a gyöngysorunkat, hogy az Egyesült Államoknak vannak ilyen érdekei. Hopp, jaj, beavat, értem. Bocsánat, nem semmilyen gyöngycsort nem fogtam, én mondtam, hogy az ő szempontjukból ez teljesen érthető. Tehát, mind a két szempontból tök érthető. Csak akkor az oroszokkal szemben sem vagyunk ilyen morálbajnokok. Mert te azt mondtad, hogy nekünk nem a feladatunk, és ezzel egyetértek, a világ igazságának az eldöntése, hanem a magyar szempont megtalálása. Engem magyar szempontból az, hogy az Egyesült Államok elnökének a fia az korrupt, én valószínűsítem, hogy igen, ugye jelenleg folyik ellene egy FBI nyomozás. Én szeretném jelezni ismételten, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az hivatalban lévő elnök fia ellen jelenleg folyik nyomozás. Ez ugye Moszkvában nem lenne így. Csak akkor muszáj beleszólnom, mielőtt esetleg, hogy mondjam, piedesztára emelnék emiatt. Az hivatalban lévő elnök fia ellen, amikor még nem volt hivatalban lévő elnök, hanem az volt a cél, hogy őt válasszák meg, nehogy véletlenül a gonosz szörnyetek Trumpot, akkor a fia laptopján található részben az ő korrupciós ügyeire, részben a kurvázásaira, részben egyéb Biden terhelő ügyekkel kapcsolatos bizonyítékokat, amikor ugye megtalálták a laptopján, akkor ezt a laptopot, az erről szóló laptopról szóló információkat az FBI utasítására az összes közösségi médiaplatform és az összes mainstream média felület eltitkolta az amerikai választók elől. Ez egy, nagyon szeretem ezt az érvet, nem titkolta el, ezt onnan lehet tudni, hogy most beszélünk róla, és ezt onnan lehet tudni, hogy az igazság, a republikánusok az igazságügyi bizottság ülését monomániásan ismételgették. Tehát csak egy mondat, Zsolt, Oroszországban az elnök személye körüli embereket, ha kritizálod, akkor rájössz, hogy az ablakkészítők hanyag munkát végeztek, és kiesel a 14. emeletről. Az Egyesült Államokban pedig az állam pénzén ordítozol az igazságügyi bizottság ülésén, az FBI megválasztott elnökében. Ez a különbség, a kettő nem egyenlő, és én ezért választom inkább akármilyen korrupt meg szörnyű az Egyesült Államoknak a rendszerét, mert még mindig jobb, hogyha ordítozol egymással, mintha kilöknek egy ablakon. Jeffrey Epstein, akinek egyik fő ügyfele Bill Clinton volt, 24 órás kamera megfigyelés és folyamatos őrzés mellett öngyilkos lett a börtönében. És ha valaminek nincs köze az ukrán konfliktushoz, az ez. De arról beszéltél, hogy Oroszországban, hogyha kritizálod, vagy hogyha valamilyen mondom, politikailag ugye szembe helyezkedsz a vezetéssel, akkor neked, az öngyilkos lesz az az állításod, hogy Oroszországban a politikai verseny és az Egyesült Államokban a politikai verseny egyenlő. Ez az állításod. Tehát a kettő között nincs. Hát azzal, hogy elkezded ezt is folyamatosan ilyen kádári, szürke, morális mocsárral összeosni, hogy de a Jeffrey Epstein, én szerintem tényleg egy, tehát lehet ott titkosszolgálati szárról beszélni, az nem az Egyesült Államok, tök mindegy, de egyszerűen nem igaz. Tehát az amerikai elnököt politikai versenyben választják. Ez egy általában hibás politikai verseny, de van politikai verseny, és még egy dolog. Meg néha fejbe lövik egy kaprióban is. Hát jó. Szerintem ezt már tényleg nem értem. Milyen variációk voltak a területén a háború? Ettől még az Egyesült, attól még, mert néha-néha megmerénylik az Egyesült Államok elnökét sajnos, attól még van ott politikai verseny. Ez egy forró hogy hívás állítás. Hogyne lenne politikai verseny, és ez a politikai verseny 2020-at megelőzően még a nyilvánvalóan egyenlőtlen pálya ellenére, és ez a politikai verseny mégiscsak lehetővé tette valamilyen módon, hogy akár az egyik, akár a másik oldal győzzön. Az, hogy egyébként a két oldal között ugye milyen összefonulások vannak, ezzel nyilván meg ez egy hosszabb vita kérdése lehet. Szervezni egy vitát arról, hogy politika, milyen politika? Te az amerikai rendszer természetéről térjünk akkor vissza.
Ez nekem ez a geopolitikai fejtegetés tetszett a legkevésbé. A lengyelek, akiket akkor szerettek, most már utálják, én mindig szerettem őket, vannak ilyen különböző... Ki utálják? A fideszesek. Szerették, ott ilyen nagyon radikális érzelmek. Hát az elég határozott kijelentéseket teszel, én például nagyon szeretem a lengyeleket. Na, tovább. Akkor is. Attól még, hogy a lengyelek egy felső politikai nyomásra meghűltek részben, de ettől még a lengyeleknek egy nagy része. Tehát szeressen így a magyar jobboldalát, szeretjük őket. Ez egy egy óriási tévedés egyébként, hogy a lengyelek, ugyanis a Lengyelországban egyáltalán nincs akkora támogatottsága ennek az ukrámániának, mint amennyire az a nagy politika és a mainstream média mutatja. Elnézést, hogy itt beleszólok, de nem lehet, hogy a lengyelek politikai emlékezete, történelmi emlékezete. Pont ezt akartam. Hát felidézi bennük, hogy tartani kell az oroszoktól, és nem az ukránok mellett van, hanem az oroszoktól félelem. Tehát a lengyeleknél az oroszoktól való félelem az még erősebb, mint a magyaroknál, és ez tökéletesen érthető, mert Lengyelországnak volt több olyan időszak a történelme, amikor nem létezett részben az orosz-német közeledésnek köszönhetett. Az oroszokkal szembeni lengyel averzió az tök érthető. De ettől és nekünk nincsen? Egyébként érthető a verziónk? De ezt nagyon sokszor el szoktam mondani. És Ukrajna meg Lengyelország. De igen, ez nem is, meg már így is szeretnek. Ez érdekes, mert egyébként a lengyeleknek meg van egy nosztalgiájuk abban a világban, hogy milyen jó volt, amikor Ukrajna az övéké volt. Tehát a világ egy gondolók. De az osztrák-magyar monarchiája is volt, és valóban az osztrák-magyar monarchiát kéne visszaállítani. De menjünk itt ebbe bele, ebbe a... Ukrajnát fölhasználták, meg ugye ez az egész proxy háború érvelésnek van egy ilyen nagyon Amerika ellenes hangja, amit te... Meg egy szuverenitás ellenes hangja. Tehát, hogy míg Magyarországon nagyon sokszor halljuk azt az érvet, hogy a szuverenitás fontos, ezt a fontos értéket, ezt megvonjuk Ukrajnától. Ukrajna nem szuverén, azt valahogy rángatja az Egyesült Államok. Ugyan ott van egy 600 000 négyzetkilométer nagyságú ország, 40 millió lakossal, de minthogyha egy teljes báb lenne, amit rángatnak a nagyhatalmak. Meg egy pillanat, csak két dolog is az Egyesült Államok kapcsán. Amit nem fognak elmondani a jobboldaliak, hogy az igazi eszkalációt, ha ebből a szempontból nézzük, hogy nagyon nagy fegyverszállítmányokat küldjön az Egyesült Államok, amelyben támadó profi fegyverek vannak, ez egy Donald Trump-féle elnöki rendelet. Ez az egyik. A másik. Az Egyesült Államoknak abból a szempontból nem volt érdeke, hogy ez a helyzet előálljon, mert az Egyesült Államok úgy érzi, ezt is elmondják, tehát kimondják a szájukon, hogy nekik nem ez a fontos konfliktus most, hanem a tájváni konfliktus fontos. Nekik ez egy másodlagos hadszíntér, sokkal fontosabb volt mindig is az Egyesült Államoknak a csendes-óceáni térség, mint az Atlanti-óceán másik partján mi van, ez Amerika földrajzi helyzetéből következik. Amiben szerintem egy lényegi dologról beszéltünk, vagy beszéltél, csak én pont fordítva látom, az a milyen nagy lehetőség nekünk a német-orosz közeledés. Hát én ezt magyar szempontból nem tudom látni, bevallom őszintén. Tehát az, hogy két rendkívül földrajzi közelségben lévő ország, amely az energia és az ipari termékek árán keresztül befolyásolni tud mindent a magyar gazdaságba. Ezek legyenek a lehető legjobban, és egyezzenek meg mindenben, a fejünk fölött, ebben nem látom a magyar nemzeti érdeket. Tehát nem véletlenül mondták a lengyelek az északi áramlat 2-re, nem véletlenül hívta úgy a lengyel ellenzék, vagy akkor még kormánypárt, de később, tehát nem véletlenül a két nagy párt, akik egymást amúgy gyűlölik. Nem véletlenül mondták ki mind a ketten egyszer, hogy ez a Molotov-Ribbentrop vezeték, mert az volt az ő elemzésük a helyzetről, hogyha ez létrejön, akkor az egész térséget másodrendű játékossá fogja tenni, mert minden lényegi kérdésben meg lehet állapodni a térség feje fölött. Akkor még Orbán Viktor ellenezte az északi áramlat 2-t, aztán valamelyik Putyin látogatás, amely időben évente volt, ugye azóta elmaradt, úgy döntött, hogy mégsem. Lehet arról beszélni, hogy miért valósulhatott meg mégis? Én szerintem ez egy lényegesebb kérdés, mint az, hogy ki robbantott a föld valójában. Az, hogy miért valósulhatott egyáltalán meg. Úgyhogy minden Európai Uniós szabállyal ellentétes volt. De ez azt mutatja, hogy volt itt egy olyan akarat, hogy az Európai Uniót Oroszországhoz kössék gazdaságilag. És itt még egy dolog van, amire te szerintem nem utaltál. Oroszországban
azért abból a szempontból ez nem egy egyedülálló konfliktus, sose rendszerben nézzük, hogy van Fehér Oroszország. Fehér Oroszországban a Lukasenkot le akarták venni, az amerikaiak is, meg az oroszok, volt egy beavatkozási kísérlet. Én néztem az orosz köztévét, amikor ugye a elcsalt választás után elindult a népharag a Lukasenkával szembe, és akkor benn ültek a Kremlnek ezek az ilyen külpolitikai megmondó emberei egy ilyen hasonló jellegű műsorba, és nem kapták meg ugye a Kremltől az utasítást, hogy mi az állítás, és ilyen teljesen önellentmondó, semmit nem tudtak mondani órákon át, az egész egy idő után komikus lett, mert nem döntötte még el a Kreml, hogy mi legyen. Na most, ha Fehér Oroszországban orosz csapatok vannak, és jelenleg ez a helyzet, és ti folyamatosan megértően beszéltek arról, hogy jaj, hát az oroszoknak a jogos biztonsági igényeik. Ha Vilniusban ülsz, vagy Varsóban, és ott vannak Fehér Oroszországban az aktív orosz csapatok, akkor mik a jogos biztonsági igényeid? Ha Finnországban ülsz, miután Oroszország beavatkozott Ukrajnába és megtámadott egy szomszédos országot, mi a jogos biztonsági igényed? Nekünk, akiről egyetlen egyszer beszélt a Putyin nyilvánosan, amikor azt mondta, hogy a 97-es határ elé kell visszavinni a NATO-t, tehát amikor rólunk azt mondja, hogy mi nem dönthetünk a NATO-ról, akkor nekünk mik a jogos biztonsági igényeink? Miért csak az számít, hogy nekik mik a... Nem fognak tudni már az összes biztonsági igényüknek érvényt szerezni, mert olyan biztonsági igényeik vannak, mint egy nagyhatalomnak, és ez meg már nem egy nagyhatalom. És atomhatalom, ami miatt soha nem lehet Moszkvát meg elfoglalni, előtte se lehetett, atomhatalom, oké, Pakisztán is atomhatalom. Hát Iszlamabadot is nehéz lenne. Nincs is ilyen vágy. Nincs, de Indiának hol, most már szerintem nincsen. Az igazából az a kérdés, hogy te itt egy ilyen izgalmas, olyan intellektuálisan serkentő vitát szeretnél folytatni a közönség felé, vagy pedig népszerűségpontokat szeretnél. Az utóbbi esetben nagyon jól haladsz, ugyanis elhangzott az Orbán-Putyin látogatás, meg az, hogy állandóan a jobb oldalról kollektíve, rólunk, ti, így beszélsz. Elfogadom, tehát azért mondom, hogy miért baloldali vagy Zsolt? A pontok azok, nem csak itt egyrészt a saját véleményemet mondom, másrészt állandóan egy ilyen szalmavábot generálsz, hogy a jobb oldaliak, és akkor ezt mondjátok, és akkor persze, ugye mennyire nincs igazuk. Nyilván ez a kérdés ez sokkal bonyolultabb. De visszatérve akkor itt ezekre a konkrétumokra, mindenhát ez baromi kevés ez az idő, főleg, hogyha ennyire szelteágazóan akarunk erről beszélni, hogy ugye az, hogy Litvániában, kisebb értékben Finnországban is félnek az orosz befolyásról, ez is tökéletesen érthető. Tehát én nem azt mondtam, hogy az orosz biztonság, az oroszoknak mi volt az a kifejezés? Biztonsági igényeik, azok számomra fontosak lennének, vagy bármilyen emocionális viszonyom lenne ezekhez, én ezeknek tényként beszélek, hogy Oroszországnak vannak biztonsági igényei, és ezeknek a biztonsági igényeiknek a gyakorlati megvalósításához van 5000 darab atomtöltetük. Tehát ezért mondom azt, hogy ezt nem lehet megkerülni, ezt a kérdést, és el kell fogadni, hogy Oroszországnak vannak nem csak biztonsági igényei, hanem geopolitikai céljai és érdekei is, amik lehet, hogy nem tetszenek nekünk, de valamilyen módon ezekkel mégiscsak olyan kompromisszumra, vagy olyan nyugvó pontra kellene jutni, ami nem kódolja magába folyamatosan az újabb katonai konfliktusok kitörésének a lehetőségét. Ezzel azt mondod, hogy a nemzetközi jog legitimálja azt a területszerzést, amit elindított 2014-ben, tehát hogy akkor már ne is vonja vissza a megszállt területekről a katonáit, és akkor itt legyen vége? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nyilván azt mondja az ember, hogy eleve nem kellett volna eljutni eddig a pontig, de már eljutottunk eddig a pontig, tehát nyilván, hogyha az Egyesült Államok Viktória Nyulán vezetésével, akkor nem mondtam ugyan, de Ukrajnából származik, tehát nyilván egy ilyen még különösebb zsigeri gyűlölet van benne az oroszokkal szemben. Hogyha ez nem történt volna meg, akkor lehet, hogy egy egészen más helyzet lenne, de mivel megtörtént, valóban a mostani helyzetet kell megoldani, aminek lehet, hogy résszel kell ölteni, és ezt sem csak én mondom, ezt azért amerikai magasrangú katonák, politikusok is mondják. Ők általában azt mondják, hogy hát a Krímet azt ott kell hagyni, a Donbaszt meg a Luhanszkot azt majd vissza kell juttatni Ukrajnának. Nem gondolom, hogy az oroszok ebben olyan könnyen belemennének, de legalább ez mégis egy tárgyalási alap lehet, amit
egy tűzszünet után mondjuk el lehetne indulni valahonnan, de az a baj, hogy egyelőre nincs ilyen fajta gyakorlati törekvés, hogy egyáltalán beszéljünk arról, hogy miről beszéljünk, tehát hogy mik azok a esetleges területi igények, amiket lehet tolerálni, vagy amikor lehet beszélni, mi az, ami ténylegesen vörös vonal, csak nem ebbe az irányba megyünk, hanem abba az irányba megyünk, hogy a nyugat nem csak, hogy önti a fegyvereket Ukrajnában, mert az látszik, hogy ez a fegyveröntés ez jó esetben csak fél siker, de egy olyan háborús pszichózist generál a nyugati világban, a nyugati világban generálja leginkább ugye az Egyesült Államok vezetésével, ami oda vezet, hogy emberek teljesen elveszítik a józan gondolkodásukat, és nem rakják össze a kettő meg kettő. Tehát azt mondják, hogy persze nyomjuk még fegyvereket, mert majd Ukrajna így megvédi magát, de azért ne terjedjen tovább a háború, meg ne halljanak meg az ukránok. A kettő együtt sajnos nem működik. Tehát, hogyha nyomjuk oda a fegyvereket, hogy majd megvédik magukat, vagy megtudják, vagy nem, leginkább aztán, hogy nem. De ha meg is tudják, hogy valamennyire, és mondjuk visszaszereznek bizonyos területeket, még egy pár tízezer ember meg fog halni. Tehát az nem működik, hogy minden szép és jó legyen azért, mert úgy szeretnénk, mert mi olyan jó emberek vagyunk, meg olyan zöldek vagyunk, bocsánat, ezt nem hagyhattam ki. Tehát, hogy sajnos van egy valóság, van egy realitás, amivel számolunk kell, és ez a realitás az hogyha ezt hagyja a nyugat, és hagyja, hogy azokat a területeket, akkor most már Oroszország vigye, hogy akkor itt újabb és újabb területi követelésekkel fog előállni, de... sőt mondok mást is, hogy egyébként ez rossz példát mutathat más országoknak is a esetleg birodalmi elképzeléseket védelgető vezetőinek, hogyha ezt a nemzetközi jog megsértését ilyen könnyedén tolerálja a világ, akkor hadszoljon. Abszolút, ezért is egy bonyolult hely a világ, mert ezek mind olyan szempontok, amiket figyelembe kell venni. Tehát valóban, az egy, hogyha egy agresszornak azt mondja, hogy ja, ezt a területet szeretnéd, hát mi nem akarunk több halál, meg háborút, akkor vigyázz, tessék, nyilván ez nem működhet. Ezért kell, és nincs nálam a bölcsekkövel, és szerintem nagyon keveset, vagy talán senkinél nincs ott, de ezért kell mégiscsak valamilyen megoldást találni, aminek mégis az első lépése az, hogy akarjuk, hogy vége legyen ennek a háborúnak. És ne csak... Nem, hát lehet, hogy mi ezt itt akarjuk, és szerintem itt nem nagyon lesz olyan, aki ne akarná, de azoknak, akiknek ebben valóban van beleszólási lehetősége, vezető politikusok, katonák, nem nagyon akarják. Tehát egyre nincs olyan törekvés, mert azt gondolják, vagy azt gondolják, hogy képesek lehetnek Ukrajnát annyira felfegyverezni, hogy ellen tud állni Oroszországnak. És ha nem is Moszkvát bevenni, de legalábbis vissza tudja szerezni a területeit, szerintem ez tök irreális. Vagy pedig tisztában vannak vele, hogy nem tudja, és ez még rosszabb ez az eset, mert akkor ez nagyon cinikus, mert tudják, hogy az utolsó ukránik tényleg harcolnak azért, hogy Oroszországot amennyire lehet meggyengítsék. Tehát most itt ezt látjuk egyébként, hogy Oroszország azon dolgozik, hogy Ukrajnát teljesen gyalulja le, a nyugat pedig azon dolgozik, hogy Oroszországot gyengítse meg annyira, hogy esetleg ne lehessen tényező a közeljövőben. És mindenki csak emeli folyamatosan a tétet, és nem akar engedni egy csöppet sem. Tehát valóban valamifajta olyan megoldásnak kell születni, ami elfogadható a felek számára, és nem teremt precedenst, és nem is teremt lehetőséget, vagy azt, hogy majd akkor megpróbáljon még tovább menni. Ez nyilván nem egy könnyű dolog egyáltalán. Csak ugye van két egymással szemben álló fél, az egyik azt mondja, hogy a területi integritását megsértették, és védekezni szeretne, és ebben támogatja őt a nyugati világ, mivel hosszan felsoroltátok, hogy miért, és van egy másik fél, amelyik elindította ezt a háborút, az agresszor, amelyik egyébként az ő kezében van a megoldás, mert ha visszavonulna, akkor nyilván vége lenne. Igen, és akkor mondjuk létrejönnének Ukrajnában azok a NATO bázisok, amik Oroszországot egyszer és mindenkorra elzárják attól, hogy a geopolitikai, gazdasági, stratégiai érdekeit érvényesíteni tudja. Ami még egyszer mondom, nem kell nekünk szimpatizálni ezekkel az érdekekkel, de attól még léteznek, és attól töltetek vannak mögötte. Igen, de ha ezt megint ilyen saktáblaszerűen nézzük, azzal, hogy részben ezzel a háborúval elérte Oroszország, hogy Svédország és Finnország csatlakozni fog a NATO-hoz, és már pedig a svéd semlegesség, meg főleg a finlandizáció kérdése az a hidegháború utáni világ egyik égköve volt, és ezt elvesztette Oroszország. Szerintem valójában a saktáblán a végén azt fogják látni, hogy rosszabb helyzetben vannak, mint ahogy indultak. Ez az egyik. A másik, tehát
hogy milyen legyen ez a béke. Ez egy nagyon nehéz kérdés, így van. Olyan béke nem tud lenni, szerintem hosszú távon, aminek a lényege az, hogy a február 24-én indított invázió által szerzett területei Oroszországnak orosz fennhatóság alatt maradnak. Ilyen béke én nem látom, hogy hosszú távon hogy tud lenni, nem csak azért a példát, amilyen példát statuált, hanem azért, mert azért az ott élő emberek, és ha szerintem erről érdemes beszélni, tehát az orosz anyanyelvű emberek, akik Ukrajnának ezeken a területein éltek, akik orosz barátok voltak, olyan városokat bombázott az orosz hadsereg az elmúlt évben, akik a Janukovicsra szavaztak, ahol alapvetően orosz barát értelmek voltak, most már nem orosz barátok. Meg kell nézni, hogy a Krímben milyen hihetetlen represszió és vérengzés van. Nemrég vitték el az egyik leghíresebb és elismertebb tatár származású költőt a Krímben börtönbe, háziőrizetben. És ez azért van, mert ilyen represszió van ezeken a területeken, mert ezek az emberek nem lettek megkérdezve valójában arról, hogy ők hova akarnak tartozni. A másik probléma és akkor beszéljünk ennek a gazdasági részéről, csak egy mondatot, hogy tehát az nem egy emberi joga Oroszországnak, hogy önmaga tudja befolyásolni a világ energiaárának a jelentős részét. Ilyen joga egy államnak nincs. Ez nincs. A új világrend, mindig beszélt erről a jobb oldal, aki tudom, hogy nem te vagy personálisan, csak általánosságon mondom, még mielőtt megsértődsz. Tehát az új világrendnek az lesz a lényeg, hogy nem fogják eldönteni Oroszországban, hogy mennyi az olaj berelára sajnos. Ez egy lehet... Davosban döntik el. Ezt a Davoszt nem értem, senki semmit még nem döntött el Davosban. Nem tudom, miért ezekre mennek ezek az összeesküvés elméletek. Neked, mint egy ilyen zöld antiglobalistának Davosz kellene, hogy legyen az első számú ellenséged. Nem, mert én rájöttem arra így 31 évesen, hogy aki azt gondolja, hogy konferenciákon döntenek a globális szuperhatalmak, az még nem volt konferenciák. Tehát valójában... Az csak a kirakott a konferencián, egyébként ezzel lehet, hogy ott az al részen van valami nagyon titkos megbeszélés, de hogy egy konferencián még soha nem döntöttek semmi fontosról. Amúgy ezek a lényegi, tehát ez a gazdasági állítás azért fontos, mert át fog állni a világ, és remélhetőleg ez minél hamarabb történik, egy fosszilis utáni energiarendszerre. A fosszilis energiának egyre kevesebb része lesz abból, ahogy a világ működik, egyszerűen azért, mert mindenkinek az lesz az érdeke, hogy saját maga állítsa elő az energiáját, akkor nem fog külföldtől függeni, ez minden iparnak fontos. És hogyha ez így lesz, akkor Oroszország nem fogja tudni ezt a rengeteg pénzt megkapni ahhoz, hogy fönntartsa ezt a rendszerét. És ez is egy olyan dolog, amivel ők tehát megint ez nem nekik, nem az ő szempontból fontos, mert ők ezt tudják, hanem abból a szempontból fontos, hogy nem érdemes arra játszani, és nem érdemes magyar szempontból arra számítani, hogy Oroszország legalább a jelenlegi erőforrását tekintve stagnálni fog tudni a jövőben. És még egy dolog, csak egy utolsó, hogy ez az Egyesült Államokkal kapcsolatos viszony, ez nagyon érdekes, mert ugye Joe Biden gonosz, Donald Trump jó, ha jól értem. Ez rendben van, mert Magyarországon szokás, a másik oldal is csinálja ezt, hogy értéket választ, meg pártot választ, meg az LMP... Sokszor jobb híján, mert mégiscsak muszáj valamilyen valós... Mondom, ezzel önmagában nincs bajom, az LMP voltás, ennek a Bernie Sanders-es pólóba járt, mint egy kaliforniai Bernie bro, tehát hogy persze... A Schiffer. Ma volt nálam a műsorban, csak mondom. Ezen nem lepődtem meg. De tehát ez oké. De az amerikai külpolitikával foglalkozók azt mondják, hogy az republikánusok és a demokraták között az alapvető külpolitikai kérdésekben most egység van. A Kína elleni jelenleg lévő Bideni nagyon erőteljes fellépés, az Donald Trumpnak a külpolitikának a folytatása, aki részben azzal az elnök ígérettel került hatalomba, hogy Kínát meg fogja állítani, vagy 75-szer elmondta, hogy China így, China úgy a vitákon, ezt utána nagyon sokat nevettek is rajta. És akkor a demokraták mindig kikérték maguknak, és a Nancy Pelosi elment a China, te mondom, hogy megmutassa, hogy mi a Kínát, a barátok vagyunk. És jól rámutattál a következetlenségükre, de most már ők is vele álltak ebbe, tehát ebben van egy amerikai. Arra számít valamiért a Fidesz, nem a Zsolt, a Fidesz,
hogyha a republikánusok nyernek, én fogadnék, hogy nem fognak, de ha nyernek, akkor majd ez érdemben meg fog változni, nem fog megváltozni. Tehát nekünk, ha már geopolitikai realitásokról beszélünk, arról kell beszélnünk, hogy a fő katonai szövetségesünknek az ezzel kapcsolatos politikai realitása nem fog megváltozni, ha visszajön a Trump, akkor sem. És még egy dolog. Az Egyesült Államok egy nagyon tökéletlen hely, a 2000-es elnök választást bárkinek ajánlom, nem lehet tudni, ki nyerte meg, mind a kettő keresztbe csalta el a másiknak, tehát egy ilyen rettentő, tényleg maffia-szerű történet volt. De még egyszer meg akarom ismételni az állítást. Ez a Bush-Gore. A Bush-Gore. De nem tudtuk, ki lesz az elnök. Hát mikor van olyan egy orosz választás, hogy nem tudjuk, ki lesz az elnök? Hát mindenki tudja. Hát én nekem az orosz ismerőseim, akik azt mondják, hogy úgy mennek be szavazni, hogy letakarják a jegesmedvét, az Edina-Janossziát, és utána, ahol megáll a toll, azt leszavazzák, de amúgy úgy is mindegy. Tehát azért a kettő között van különbség, és ezt tényleg azért nem szabad eltagadni, mert mi kihangsúlyozzák Amerikának ezeket a szörnyű dolgaikat, meg a Victoria Nulandot, aki amúgy, ha a Fidesz-szel megegyező álláspontot akar valaki hallani, akkor a Victoria Nuland lehallgatott Moszkó Bullshit című beszédét meghallgatja, és utána, hogy akkor mit mondott Orbán Viktor a Minszki megállapodásról, tehát ugyanaz, csak Viktor Nuland kicsit kevésbé választékosan fogalmazott, mert nem tudja hallani. A Fuck the EU, igen, ezt föl lehetne rakni egy Fidesz plakátra is, tehát ez tulajdonképpen ugyanaz a mondat, csak ugye nem tudta, hogy maguk hallgatják őt, érdekes kérdés, de hogy az Egyesült Államok eldöntötte, hogy katonailag erőt vesz, és eldöntötte azt, ami nekünk nem okoz érdeksérelmet, hogy véget ér az a világ, amikor Nyugat-Európa, a nyugat-európai emberek jobban élnek, mint az Egyesült Államok lakosai, és közben az Egyesült Államok biztosítja a védelmüket. Ezt az időt, az America First-öt én így tudnám összefoglalni. Ez az állítás. Igen, és erre a teljes amerikai konszenzus az lett, hogy nem fog jobban élni a freiburgi munkás többet, mint az ohiói munkás, úgyhogy a freiburgi munkásnak a védelmét mi fizetjük. Minket nem érint, mert mi szarabbul élünk, mint az ohiói munkás. Most nagyon jól megoldják, mert most már a freiburgi munkás is szarul fog élni. Az ohiói ugye nem fog jobban élni, sőt ugye mérgező anyagok kerülnek a levegőbe, és nem foglalkozik vele a... Még egy amerikai kérdést a vonatot is megmeséljük. Persze, de... hát a több dologra is nagyon gyorsan reagálni kell, megint ugye ez a mit mondott Orbán, és ezt még az előbb akartam, hogy ez fontos, hogy ugye ő korábban, amikor ellenezte az északi áramlatot, vagy úgy beszélt róla, ahogy ugye az egy olyan helyzet volt, meg ez az egész orosz-német közeledés, amikor Kelet-Európa, Közép-Európa egy nagyon fragmentált érdekérvényesítésre képtelen hely volt, pontosan amiatt, hogy kis országokból áll, megjegyzem, ezt Trianonig vezethető vissza, aminek nem csak az volt a célja és hozadéka, hogy Magyarországot letörölték a térképről, hanem soha többé Közép-Európa nem tud egységes lenni, és ez egy nagyon is hasznos dolog volt a nyugat számára, zárva bezárva azért hosszabb történet. De abban az követő években, tehát az egészen mondjuk tavaly ilyenkorig Közép-Európa egy nagyon-nagyon erőteljes közeledést mutatott egymás irányába, nem utolsó sorban, sőt elsősorban Orbán Viktornak köszönhetően, aki olyan nemzetekkel találta meg a hangot, mint a szerbek, szlovákok, időként még a románokkal is, tehát román nacionalisták mondják, hogy amikor még náluk is egy másik Orbán volt az elnök, hogy de jó lenne, ha nálunk is a ti Orbánok. Tehát ez olyan soha nem hallott közeledés volt Közép-Európában, aminek lehetett volna az az eredménye, hogy ez a térség valóban képes érdeket érvényesíteni, és ebben a német-orosz közeledésben meg egy harmadik, nagyon erős mondom, a képzett olcsó munkaerővel gazdaságilag is egy nagyon erős pólust, vagy bázist bástett kép, ez nem valósult meg, tehát ezt szerintem sajnos most már el kell engednünk. A másik dolog ez, hogy mondod, hogy Oroszország a fosszilisról a szöld energiára való átállás miatt elveszíti a nyersanyag exportőr előnyét. Kína. A válaszodban, hogy megépítettek egy vezetéket Kínába. Nem csak ez jön, hogy Kína, de ez is, hogy hajlamosak vagyunk mindannyian ilyen borzasztó európa-centrikusan nézni a világot, és azt mondani, hogy az oroszok elszigetelődtek, meg már nem tudnak eladni mennyit. Szó nincs erről, ezt pont ma olvastam, hogy hány a különböző világ országai hogyan állnak ez az orosz-ukrán konfliktushoz, semlegesek, orosz párti, ukrán párti. És ha nem is egy markáns, de szemmel látható eltolódás van, hogy olyan országok, akik korábban semlegesek voltak, 5 ilyen országot sorolt fel, azok ma már Oroszország mellett állnak.
Ukrajna van, ukrán barát országok, azt hiszem három, amelyik most már semleges pozíciót foglal el, és egyébként nagyjából a világ egyharmada semleges, egyharmada oroszpárti, egy lakosságot tekintve, egyharmada kb. Mondjuk ukránpárti. Tehát szó nincs arról, hogy itt az egész világ Oroszország ellen lenne, és Oroszországnak, hogyha mondjuk létrejönne az a fosszilis energiahordozókról való átállás, amit Biden is azt mondta, hogy 2030-ra megtörténik, és elég komoly kacagást kapott a kongresszusban a republikánus oldalról, mert hozzáértők szerint 2050-re van valami fajta esély erre. De tök mindegy, hogy mikor jön létre Oroszország számára ez, mert lesz akkor a tragédia, ugyanis Oroszország szintén az ilyen vicces vélekedésekkel ellentétben, hogy egy benzinkút atomfegyverekkel. Nem, Oroszországnak nem csak olaja és gáza van, hanem uránja, kobaltja, szilícium, mindenféle ritka földfémek, tehát azok, amik az elektromos autózásban, a szélerőművek megépítésében elengedhetetlen elemek, ezek Oroszországban, beszélünk, hogy Oroszországban van a világon a legtöbb. Tehát ő mindig sajnos is... ez így van. Ezért nem szabad megépíteni a debreceni akkumulátorgyárat. De hadd tegyük hozzá egy szempontot, önmagában az, hogy Oroszország nem tud Európa felé értékesíteni, vagy jóval kevesebbet tud értékesíteni, és önmagában az, hogy Nyugat-Európa egész jól abszolválta ezt a teret, és diversifikálta az energiaellátását. Tehát az az orosz taktika, hogy majd a gázfüggés miatt az európai lakosok megroppannak és kihátrálnak a háború kapcsán a nyugati szövetségesek támogatása mögül, az nem jött be, tehát itt is volt a... Ezt azért a következő térre mondják inkább, tehát most feltöltöttük a mindannyian a tárolókat, volt egy enyhe tél, ami azért már mi volt. Akkor is orosz energiafüggés, tehát a magyar és az európai szempontból az jó, hogy távolodunk ettől a függéstől. Mindenfajta függéstől jó távolodni, tehát minél inkább önellátóak, vagy tudunk gondoskodni magunkról, meg diversifikáltak vagyunk, ez nagyon jó dolog, de még egy dolgot szerettem volna itt ezzel, hogy Oroszország, hogy általában a geopolitikai helyzetnek, hogy ilyen európa-centrikusak vagyunk, és nem figyelünk arra, hogy egyébként mi történik a világban, és nagyon-nagyon fontos, de nagyon-nagyon fontos esemény, pár héttel ezelőtt, hogy Szaúd-Arábia és Irán fölvették a diplomáciai kapcsolatokat. Ez a két ország, ezek ős ellenségek, ugye a szunnita síta ellentét a muszlim világban. Ezek az országok eddig csak kémkedtek egymásnál, meg szabotás akciókat hajtottak végre, és a Szaúd-Arábia volt az Egyesült Államok legfontosabb szövetségese a közel-keleten, Izrael mellett. És markánsan Iránnal szemben most az történt, hogy ugye a Biden megsértette a szaudi koronaherceget, és ezért bemutatta neki egy nagy lófaszt, hogy akkor nem fogjuk csökkenteni, vagy növelni az olajkitermelést, tehát voltak ilyen adókapokok, és eközben a kínai diplomácia összehozta Szaúd-Arábia és Irán diplomáciai kapcsolatfelvételét. Kína iszonyatos erővel nyomul a közel-keleten, és sikerrel nyomul, és az Egyesült Államok meg szorul kifelé roham tempóban olyan területekről, ahol korábban neki megkérdőjelezhetetlen volt a befolyása és a hegemóniája. Tehát tényleg egy nagyon-nagyon nagy átrendeződést látunk a világban, és az USA kapkod, vagy próbál futni a befolyása meg a pénze után, és ott tartunk, hogy én nem mondanám, hogy a közel-kelet, vagyis a távol-kelet fontosabb lenne neki, mint Európa, nem lehet összehasonlítani, mert máshogy fontos, mert ha a távol-keleten elveszíti a befolyását, lemerült volna? Nem. Akkor az nyilvánvalóan Kína számára gyakorlatilag szabad utat jelent. De hogyha meg Európában veszíti el a befolyását, akkor az meg gazdaságilag egy óriási megroppanás az USA számára. Tehát nincsenek könnyű helyzetben, és ilyen szempontból megint mondom, hogy sok szempontból érthető mindaz, amit csinálnak. De amikor ugye azt mondod, szememre hányod, hogy a jobb oldal szemére hányod kollektíven, hogy kritikusabbak vagyunk az USA demokratikus berendezkedésével szemben, bezzek az oroszoknál semmilyen, így tökéletesen igazad van, és az USA demokratikus berendezkedése, főleg az államalapítás, az alkotmány és az azt követő 200 év, az a számomra egy csoda. Tehát én bámulója, csodálója, rajongója vagyok az Egyesült Államok politikai berendezkedésének, csak az elmúlt néhány, de inkább az elmúlt 20 év, az nagyon-nagyon rossz irányba vitte el, és valahogy nekem az elvárásaim is magasabbak az USA irányába. Tehát a Szovjetuniótól, majd az a jogutód Oroszországtól nagyjából tudom, hogy mire számíthatunk,
Tehát ettől még nem fogadom el azt, hogy kiesik valaki az ablakon, de nem csodálkozom rajta. Amikor az USA-ban valaki, mindegy, hogy öngyilkos ez, vagy letiltják azért, mert más véleményt fogalmaz meg, azon nem, hogy csodálkozom, azon fel vagyok háborodva, mert az Egyesült Államokkal szemben én azt várom el, hogy valóban legyen szabadság, és a választást valóban nyerhessék meg a republikánusok. Mert igazad van, sajnos szerintem nem fogják, azért, mert esélyük nincs. Választás kapcsán, én tudok egy olyan hozzászólást mondani, ami a lezárás irányába viszel minket, hogy helyre van így. Eszkaláció helyett. Közönség is szeretné. Jó, akkor csak egy rövidet, hogy én szerintem akkor egy dologba próbálj meg egyet érteni. Én nem értek Kínához, Oroszországhoz jobban értek. De a földrajz ebből szerintem a legfontosabb tudományág, amiből ki tudunk indulni. Az, hogy mi van Szaúd-Arábia és Irán között, és az, hogy Tajvan meg az egy Kína gondolattal mi lesz, az számunkra másodlagos ahhoz képest, hogy mi történik Ivano-Franskban, Artemovskban vagy Tallinnban. Azért, mert az a fontos nekünk, ami a mi környezetünkben történik. Ez szerintem ezzel egyet tudsz érteni ezzel az állítással. Rövid távon mindenképpen. Így közvetlen. Ez határozza meg a mi közeljövőnket. És én annyira kérek lezárásképpen mindenkit, hogy az összeesküvés elméleteknek azért ne higgyen, mert az összeesküvés elméletek legnagyobb hibái azok, hogy nagyon nagy antropológiai optimizmussal rendelkeznek, és azt gondolják, hogy az emberek képesek nagyon komplex dolgokat nagyon hamar megbeszélni egymással, ilyenre nem képesek az emberek. Nagyon sok káosz, nagyon sok félremagyarázott szó, és nagyon sok félreértésből adódó dolgok vannak nagyon sok fontos világpolitikai eseményben is, úgyhogy szerintem a végén erre csak ezt az egy mondatot akartam elmondani. Akkor én is egy mondattal hadd kapcsolódjak ide az összeesküvés elméletekhez. Azt nem tudom, hogy hallottátok, hogy mi a különbség az összeesküvés elmélet és a valóság között. 6 hónap. De sokak szerint az elmúlt időben azt tapasztalhatjuk, hogy ez 3 hónapra redukálódott, úgyhogy köszönöm szépen. Akkor néhány kérdésre van időm, de tényleg kérdések legyenek, mert picit meg vagyunk csúszva, és a hosszú vélemény kifejtésekre most nincs idő. Hát ha nagyon összeszedett... Én amit hiányoltam. Ja. Tehát én azt kérdezem, hogy elhangzott, hogy egy proxy fél proxy, vagy a proxy dolog elhangzott, azóta már hallottuk sok szakértőtől, egyébként Rácz Andrásétől is, akik elégünk, hogy fél proxynak nevezik, mert hogy ugye Oroszország benne van, teljesen Amerika nem, de félünk. Tehát ez valahogy lefutott kérdés, tehát ezt mindegy, ezt tudjuk a bulvár részének ennek az eldöntését. De ezen túlmenően is engem az érdekelne, hogy folyamatosan elhangzik a béke, béketábor, békepárt, stb. Ugye a kormány oldalról is, aminek ugye tudjuk, hogy történelmileg van egy sajátos kommunisztikus íze, de jelenleg a mai vitában se derült ki számomra teljesen, hogy jó, de akkor mikor jött el a béke? Mert az világosan látszik, hogy mi minden háborúban ugye van egy olyan probléma, hogy akkor aki nyerekben van, annak nem érdeke a béke, mert még tovább nyerekbe akar kerülni, aki vesztésre áll, az pedig szeretné azt visszafordítani. Ez így volt az első világháborúban, ez a történelemben nagyon gyakran így van, és most is ez a helyzet, hogy az ukránok ellentámadni akarnak, az oroszok biztosítani helyzetet, meg még többet, és közben elhangzanak az üres ígéretek, hogy de akkor béke kell. Ez tulajdonképpen így, amit a kormány oldalra elhangzik, az nem jelent semmit. Ami a másik oldalra elhangzik, tehát például mondok, hivatkozok egy Jeszenszky Géza nevű történészre, talán a Zsolt hallott róla. Ő például azt mondja... Nem apák, fiú, anyák fiúzunk a jelenlétemben. Csak a vicc kedvéért. Hát, természetesen. És még már ilyet nem terveztem el nekem. Helyes, de mondom nem. Tehát, hogy akkor az oroszok egyszerűen visszavonulnak, ez nagyon soktól hallottuk, és akkor megoldódik háború. Mindannyian tudjuk, hogy ezért ez valóban így megoldódna a háború, de nem ér véget egy háború, hogy az egyik fél egyszerűen visszavonul és kész vége. Tehát mégis mi az az elképzelés, ahol lehet bármelyik oldalon tárgyalni arról, hogy béke lehessen? Mert erre senki nem mond tulajdonképpen tényleg semmi értelmeset, mert nem is lehet ebben a fázisban szerintem, csak mindenki rágja ezen a lítet. Igen, ez egy nagyon jó kérdés egyébként, és ugye nagyon naívak ezek a válaszok, vagy elképzelések, akár apától, akár mástól, hogy majd ha az egyik, ki az oroszok kivonulnak, akkor még ez nyilván nem fog megtörténni.
Mint ahogy mondtam, nincs nálam a bölcsekkövés, én nem vagyok politikus, hála Istennek, nem vagyok olyan felelős pozícióban, hogy én majd akkor megmondjam, hogy mitől lesz béke, mert nem is tudnám megmondani, de alapvetően biztos, hogy akkor lesz béke, hogyha a két meghatározó félnek, és ez a két meghatározó fél Oroszország és az Egyesült Államok érdekében lesz a béke. És akkor lesz erre, ebbe az irányba elmozdulás. És az is, hogy mind a kettőnek érdekében legyen a béke. Jelen helyzetben sajnos úgy tűnik, hogy most egyenlőre egyiknek sem érdeke a béke, és inkább az az érdeke mindkettőnek, hogy fenntartsa ezt a háborús állapotot. Leginkább ezen a szinten, tehát szerintem ennél tovább eszkalálni már nem nagyon érdeke senkinek, mert ott már tényleg olyan gazdasági, meg infrastruktúrális dolgok sérülhetnek, ami nagyon káros lehet, vagy mondjuk akár csak a kereskedelmi ellátórendszeret, tehát nem kell, hogy konkrét épületekről beszéljünk, vagy termőföldekről, de egyelőre, hogy ez a háború így ebben a formában folytatódjon, mert gyakorlatilag igazából az ukránok halnak meg, tehát a szenvedő fél az ukránok, nyilván az oroszok vesztenek valamennyi katonát, de nekik ez belefér, az ukránok viszont... Hát más stratégiával háborúznak. Nem csak a katonák, igen, tehát meg a... Beküldik a frontra egy pisztolyát. Ez nagyon fontos, ezt az előbb is akartam mondani, azért valamit Péter mondott annak kapcsán, hogy azért abban a helyzetben vagyunk, hogy az orosz híreket, az gyakorlatilag a nyugati, nem csak a média, de a médiához kapcsolódó egyéb platformok is gyakorlatilag kiiktatták. Tehát nagyon nehéz. De nálunk itt a köztelevízió, tehát bármikor tudjuk nézni. Ez nagyon vicces, meg nagyon jó pofa, de hogyha megint egy nem pontszám, hogy pontokra megyünk, népszerűség pontokra, hanem egy érdekes, intelligens beszélgetést akarunk folytatni, akkor azért azt kell látnunk, hogy a világ közvéleménye elől a valós hírek el vannak zárva, mert kizárólag a nyugati narratíva tud érvényesülni. Egy olyan helyzet, mint amikor ugye a Szovjetunió idejében zavarták a szabad Európát, nyilván azt még attól lehetett fogni. De alapvetően az volt a cél, hogy az emberekhez ne jussanak el azok a hírek, amelyek szemben mennek az orosz narratívával. Márciusban elhangzott a köztévén az, hogy Zelenszky olyan, mint Hitler. Ez hangzott el. Ez nem is kisarkítva, ez az állítás. Tehát ez egy vélemény volt. Tehát embereknek lehet véleménye, de az a vélemény, hogy Putyin olyan, mint Hitler, nem hangzott el a köztévén. Nem, az amint ezt a hitlerezést adjuk el. Telexen, meg az ATV, nagyon sok helyen elhangzott. Vélemény pluralitás tessék. Semmi bajom el. Mondtam, hogy neked van ezzel csak bajod a vélemény pluralitással, ezek szerint nekem semmi bajom el. Most mondtad, hogy nincs vélemény pluralitás. Én arról beszélek, hogy a konkrét hírek az, hogy például hány ember hal meg a fronton, azt, hogy milyen állapotban van. Nem lehetett tudni, mind a két fél mást állított a világtörténelem minden háborúba eddig. Igen, de egyébként, még egyszer mondom, hogy az összes olyan közösségi platforma, ahonnan az emberek tájékozódnak. Zsolt, én valamennyire tudok a hírekhez. Én olvasom az hírek. Le van. Orosz nyelven. Persze hozzá lehet, ha az ember nagyon szeretne és utána megy, akkor hozzá tud jutni. Nem, kétségtelen tény, hogy a 7. szankciós csomag az én UPC csomagomból kivette a Rosszia egyet. Ez pontosan értem, hogy ezzel milyen befolyást próbáltak megállítani, hogy ne tud nézni a szálnak a darvakat este éjjel kettőkor, de mindegy, ezek a hírek eljutnak, hiszen én akkor csak egy sztorit hadd mesélek el, a Covid alatt, mert mindenki megőrül a Covid alatt, én bementem ezekbe az oltás ellenes Facebook csoportokba egy árprofillal, és egyszer valakinek érdemes egy ilyen PhD tanulmányt írni arról, hogy ezek az oltás ellenes Facebook csoportok hogy lettek álljunk ki Oroszországért. Az igazság a háborúról. Hogy lettek ezek a csoportok átnevezve, és ugyanazok az emberek, akik csöpögtették be azt, hogy beléd rakják a csippet és zenélni fog a füled, ezek az emberek mondanak olyanokat, hogy az ukránok Ukrajnából szlávokat támadó vándormadarakkal mérgezik az Egyesült Államok Oroszország lakóit. Tehát... Ugye azt nem mondjuk kétségbe, hogy vannak emberek, akik egyszerűen kretének. És mindenféle elme bajra, hogy mondjam, könnyedén kaphatóak legyen szó, csak bármilyen területről. Az oltás ellenesek nyilvánvalóan sok szempontból ebbe a kategóriába tartoznak, de azért maguk az oltás kritikusokat például ne soroljuk ugyanide. Tehát az, hogy az oltásokkal szemben lehessen megfogalmazni kritikát, lehet, kivéve, hogyha azt a Facebookon, az Instagramon, vagy a régi Twitteren próbáltad, akkor olyan nem lehet. Olyan mindenki erről írt a Facebookon, hogy az oltások... Tehát az a vita folyik, én mindig úgy érzem magam, biztos mindenki látta a Gyalog Galop című csodálatos Monty Python filmet,
Az a vita van, én úgy érzem magam, de így éreztem magam korábban egy másik hasonló Lánci Tamással lévő rendezvényen, hogy ülnek velem szembe és ordítanak, hogy minket elnyomnak. Tehát nem, ki tudják fejezni a véleményüket, nagyon sok orosz párti megszólalás van Magyarországon, a Magyar Országgyűlésben van egy olyan párt, most a Mi Hazánkra gondolok, amik hogyha elmondanak erről egy 5 perces hozzászólást, azt nem kell megírni Moszkvába, mert nem mondanak ilyen radikálisat Moszkvába. Tehát nem igaz, hogy ezek el vannak. Hadd fordítsam le a kérdést egy nagyon egyszerű, nem egyszerű, tulajdonképpen nagyon bonyolult, de mégis itt arra kérlek benneteket, hogy egyszerűsítsük le, hogy én úgy értelmeztem a kérdést, hogy bár nem lehet könnyen arra válaszolni, hogy mi a béke felé vezető út, de azt mégiscsak meg lehetne fogalmazni, hogy mi lenne a magyar érdek ennek a háborúnak az árnyékában. Mit mondjon a magyar kormány? A magyar kormánynak szerintem azt érdemes lenne mondani, hogy Ukrajna területi integritásának vissza kell állnia. Az, hogy ennek mennyi realitása van, az egy másik kérdés. Szerintem, ha lenne a magyar érdek az, hogy a magyar kormány ezt mondja. A magyar érdek az, hogy az utolsó orosz katona meg a magyar határ közötti kilométerek száma a lehető legnagyobb természetes szám legyen. Ez egy, szerintem, én, hogy mondjam, ennél egyszerűbb egyenletet nem tudok elképzelni. Az utóbbi az szerintem is így van, viszont azt, hogy most mi mondjuk azt, hogy Ukrajna területi integritásának helyre kell állni. Szoktuk egyébként mondani, igen, de ez nekem az a bajom, hogy ezek, akár mi mondjuk, akár más mondja, bárki mondja, ezek ilyen retorikai, meg jó emberkedő, meg elég fitoktató mondatok. Tehát valódi súlyuk nincsen, mert nem rajtunk múlik. Tehát szerintem nem, nekünk nem nagyon érdemes, nem nagyon érdemes ebben. Azért ott a V4-ek megvonásánál azért nem biztos, hogy értelmezhető, mert ezen állat bukik azt, hogy ez a szövetség most fölbomlott. Ezen nagyon egyszerű, nagyon egyszerű. Túl a egyszerűsítés, nem ezen áll vagy bukik egyébként. Nyilván a lengyelek teljesen beálltak ebbe a ha esik, ha fúj, megvédjük Ukrajnát, hát ha a fele majd a miek lesz egyébként, csak ezt már nem teszik hozzá. És ez ebben valóban létrejött egy jelentős ilyen súrlódás, véleménykülönbség Magyarország és Lengyelország között. De hogyha mi ezt kimondanánk, akkor a továbbra is csak retorikailag lenne jelentősége, mert nem rajtunk múlik. És egyébként nem is a lengyeleken, mert nekik azért nagyobb beleszólásuk van, mert ott vannak, meg 40 millióan vannak, meg vannak katonákat, meg ki tudja még mi minden. De ha nem rajtunk múlik, akkor miért nem mondjuk ki? Mondom, hogy a Péter is mondta, időnként ez el is hangzik, tehát amikor kell, vagy ez fontos retorikailag, akkor néha kiszoktuk mondani, de igazából tök mindegy, hogy kimondjuk, vagy nem. Sajnos ez nem itt dől el. Nem itt dől el. Akkor az úrnak adnám a szót, és akkor utána pedig. Nekem egy hiányom van a korábbi időben, Igor. Itt a Szovjetunió felbomlásáról beszéltünk, Gorbacsovról egy szó sem esett. Pedig személy szerint neki köszönhető az egész szétesése, hogy úgy mondjam. Legalábbis a szocialista tábornak a szétesése, ez neki köszönhető. De különben nem lehetett volna kilépni, ez az egyik. A másik pedig az, hogy a háborúnak egy módon lesz vége. Vége lesz, egy módon. Ha eljutnak odáig az orosz emberek, hogy föllázadnak a kormánnyal szemben, és ez bekövetkezik, mert olyan mértékű az áldozatok száma, az új behívottak szinte minden estek. Akik, az ukránok? Az oroszok. Az ukránok. Hát attól függ, hogy az ember a nyugati narratívát olvassa, vagy megpróbálja valósítani. Kétszer annyi orosz esettel, mint ukrán legalább, és most már lázongások vannak, már a moszkvai utcában is tüntetések vannak, és szerintem ki fogják verni a kormányzatból azt, hogy abba hagyják az egészet. Egy módon lehet. Az úrnak az állítását kicsit megvédjem, azért ez egy valójában népszerűtlen, szerintem, amennyire én ezt látom, ez egy népszerűtlen háború Oroszországban, tehát az orosz emberek között. Mert még hagyjuk is, nem csak az, hogy testvérek, és most hagyjuk is egy pillanatra, hogy értelemszerűen ott, ahol elestek emberek, és annak a családjuknál, ez milyen tragédia. De egyszerűen azok, akik, amikor én Moszkvában lettek nekem ismerősen, akik velem egyidősek, relatív mondjuk jobb állásokat töltöttek be nemzetközi cégeknél, akik a helyi elitet jelentették Moszkvában, meg Péterváron, azok, aki tudott, elment, tehát nem nagyon maradt ember,
És ezek soha vissza nem, tehát annyi fiatal ment el, meg annyi olyan ember, akire az orosz állam sokat költött, hogy tanítson, nem akarták nyilvánosságra hozni, az argumenti faktiban berakták, vagy levették, hogy a GIMU végzetteknek, mondtak egy ilyen időt, a 70% a külföldön van. Ez a legnagyobb presztízsű egyetemük. Tehát ez azért egy súlyos probléma, és persze az oroszok TikTokon, mert nagyon megtanulták, ezt nemrég néztem meg, mutatják ezt a, volt régen ez a Kakoi Krízis hashtagjük, amikor mutatták, hogy mennyi kaviár van a boltban, ugye a kaviár Oroszországban Moszkvában sok, tehát ez nem a krízis jele, meg mutatták, hogy a szankciók, és nem kellenek a szankciók. Nem tud Oroszország gyártani váltós autót. De most már tud, most már légzsákot is tudnak szerelni a Ladába, megoldották. Tehát látod, de ki akar Ladával? Ahogy... Melyik velük egyidős ember akar Ladával járni? Nagyon korszerű egyébként már a Lada, tehát már ne a zsiguli, ne a 1002-es zsiguliban gondolkodj. Kutatás technikai szinten ők jól látják, nem arra szakadó, hogy ahogy koponyák vannak. Ahogy Európa is valóban jobban tudott alkalmazkodni ehhez a megváltozott energiahelyzethez, mint ahogy esetleg féltünk tőle, hogy az oroszok riogattak be, ugyanúgy Oroszország is sokkal jobban alkalmazkodik a szankciókhoz, mint azt Európa szerette volna. Ez egész egyszerűen ez hogy a dolog természetéből fogad, pláne egy ilyen nagy ország esetében, hogyha ha nélkülözés van, akkor az innováció, valóban azért az oroszoknak van egy komoly tudományos háttér is, az beindul és ki tudja pótolni, létre tudja hozni azokat, amiket eddig importálni kellett. Ahol most elkezdték a lőszergyártást sajnos nagy üzemben gyártani, többet gyártanak, mint az Európa összes állama együttvéve, sajnos. Folytatnánk a kérdést. Igen, nekem most már kérdezettem. Amivel nem értek egyet, Oroszország továbbra is nagy hatalom marad, ez nem érdekel se Kínának, se az Egyesült Államoknak, hogy Oroszország ne legyen nagy hatalom, tudnélik bármelyik összefog a másikkal, abban a pillanatban ki tudja dobni a másikat. Harmadikat. Köszönjük. Tehát mindig nagy hatalom marad. Nagy területével nagy hatalom marad. Még nem lennénk közelebb a békéhez, ha most Donald Trump lenne az elnök. Nem. Akkor én kezdem is. A te kérdésedre a válasz, amit szerintem már próbáltam elmondani, hogy Donald Trump és Joe Biden külpolitikája nagyjából megegyezik, teljes külpolitikai konszenzus van az Egyesült Államokban. Az America First, mint külpolitikai doktrina, az egy hatalmas győzelmet aratott, mindenki már ezt gondolja, ez tulajdonképpen abból látszik, hogy a Kína ellenes politika, amit Donald Trump vezetett be, az most már a Biden kormány sajátja, amúgy az Ukrajnával szembeni, és mondom még egyszer, fegyvereknek a szállítását szintén Donald Trump eszkalálta leginkább, és akkor a másik dologra egy válasz. Ugye itt akkor bemehetünk egy ilyen vitába, hogy mit jelent a nagyhatalmi státusz. Brazília, India, Dél-Afrika, bizonyos szempontból Nigéria, Indonézia, ezek az országok 2050-re nagyobb hatással lesznek a világnak az alakulására, mint Oroszország. Ez úgynevezett demográfiai tény. Ez egy tényállítás. A terület sokkal többet számít. Nem számít többet a terület, ha így lenne, akkor Kanada lenne a másik világhatalom. Ez egy szintén egy tény, és az a helyzet, hogy a népesség egy nagyon jelentős dolog, hogy hol hányan vannak, és hogy milyen geostratégiai helyzetben van, ha így nézzük, és amiről szerintem mi nagyon keveset beszélünk, az valóban India lesz egy hatalmas, hatalmi aktor a következő időszakban, Kína mellett. De mivel az nekünk messze van, ugye beszéltünk, ezért ez szerintem kevésbé fontos most. Igen, ebből kifolyólag egyébként a világ tényleg több pólusúvá válik, és ez egy elkerülhetetlen folyamat. Mindkettőtöknek van igazsága, mert egyébként Kanada annak ellenére, hogy borzasztó kevesen lakják, egy nyersanyagokban Oroszországhoz hasonlóan nagyobb gazdag, tehát óriási befolyása van hosszú ideje a világpolitikára Kanadának, csak nem feltétlenül katonailag. Másik, mit akartam, ő igen, hogy Donald Trump. Ezt annyiban pontosítanám ezt, hogy nem Donald Trump volt az, aki a fegyverszállításokat előtette, hanem kettő szenátor, Lindsey Graham és John McCain, utóbbi már nem élők, republikánus szenátorok egyébként, de a legerősebb úgynevezett Never Trump, a republikánusok párton belül a Never Trumper vonal, tehát a Trump ellenes republikánusoknak a két legmarkánsabb képviselője, és ők nem csak a fegyverszállításokat verték keresztül a szenátuson Ukrajnába, hanem ez a két szenátor rendszeresen járt Ukrajnában, és
Petro Poroshenko akkori elnök jelenlétében az ukrán hadsereget egészen konkrétan tüzelték, hogy minden segítséget megadunk, le fogjátok győzni az oroszokat. Ez sem egy barátok, vagy a moszkvai hírekről tudom, hanem Lindsey Graham és John McCain egy videóban ők maguk a szájukkal mondják ezt. A republikánus párt tradicionálisan a héja párt, amelynek lényege az, hogy az Egyesült Államok katonai erővel megszerezi a magát. Ez a tradíciója a republikánus párt. És most van egy jelentős átállás, hogy a demokraták lettek a legnagyobb héják, és a republikánusoknak egy részének elege van abból, hogy az Egyesült Államok... Hogy az elegük, már nem, egy elegük van, hogy az Egyesült Államok állandóan háborúkat vív. Két okon egyébként a vietnámi háború is azért meg, kicsit megrecsentette ezt a híjaságot, aztán valahogy ez valóban visszatért, de a rendkívül dicstelen afganisztáni kivonulás, és már előtte az iraki háborúnak is a legjobb esetben is fele más eredménye, az azért megváltoztatta az amerikai közvéleményt, és egyáltalán nem olyan háborúpárti, már nem szeretné az Egyesült Államok közvéleményének jelentős része, hogy folyamatosan a világ különböző helyein számukra értelmezhetetlen, érthetetlen, költséges háborúkat vívenek. Azt hiszem az Ukrajnának eddig folyósított segélyek összeg az nagyon, talán 100 milliárd dolláros tételnél tart, miközben egyébként ugye Ohio-ban, East-Palestine-ban kisizik egy vonat és mérgező anyag kerül a levegőbe, és a városban a lakosok élete gyakorlatilag megszűnik, és erre a kormányzat nem ad pénzt, miközben Ukrajnának épp megszavaz a szenátus egy újabb másfél milliárd dollár, aztán végül mégis kapott East-Palestine pénzt, mert elment Donald Trump oda, és akkor a Biden már nem tehette meg. Tehát sok minden zajlik ebben a furcsa politikai helyzetben, ami Amerikában történik, de nagyon nagyot változott a közvélemény hozzáállása a háborúskodáshoz. És erre válaszolunk, igen, hogy nem, tehát Trump nem ő volt az, aki az Ukrajnának szánt fegyvereket ennyire erőltette. Másképp, hogy nem ment szembe vele nyilvánvalóan, őt nem nagyon érdekelte, ő Kínával volt nagyon elfoglalva. És hogyha ő most azt mondja, hogyha ő lesz az elnök, akkor 24 óra van, de lehet, hogy hamarabb véget fog vetni a háborúnak. És megmondom őszintén, a csávónak én elhiszem. Ugyanis ő olyan szinten képes volt tárgyalni, tehát ha kellett, akkor szót tudott érteni, akár Putinnal, akár bárkivel, ha pedig kellett, akkor nem ő, nyilván nem ő iktatta ki, de a megfelelő, meg tudta hozni azokat a döntéseket, hogy például Iránban, ugye a legfőbb ilyen terrorista kiképző vezért, aki egyébként valamilyen államminiszteri rangban volt, ugye ez a Szolejmáni, aki az iráni forradalmi gárdának is a vezetője volt, ezt úgy tudták kiiktatni egy ilyen akció segítségével, hogy nem lett háború. Az emberek persze a nyugati világban ugye ez a balos közvélemény rögtön elkezdett hüppögni, Donald Trump a harmadik világháborút robbantotta ki. Hát kurvára nem robbantott ki semmilyen háborút, most viszont egyre inkább közeledünk a harmadik világháborúhoz. Azért ezt nem a Donald Trump, mint a anti-héja érvelésnek tudnám be, hogy kit, hogy iktatott ki. Oké. Okay. Nem, hogy mondjam, ha megint ha távolabb lépünk, akkor értéksemlegesen, akkor nem biztos, hogy szimpatikus, hogy kiiktatnak egy politikai vezetőt egy másik országban, de akkor is ezt úgy tették meg, hogy nem okozott nemzetközi geopolitikai konfliktus. Fogadok veled, ma ilyen fogadósban vagyok, mert? Hogy igen, nem ő lesz a republikánus jelölt. Hát persze nem, mert úgyis el fogják csalni. Nem azért, hanem nem így fognak dönteni az emberek, és nem ő lesz a jelölt. Ja, a jelölt az első nem ő lesz a republikánus jelölt, nem ő lesz. Mi befogadunk? Turudiban. Jó. Ez nagyon érdekes, mert nem tudnék egyikötök mellé sem állni meggyőződéssel. Tehát nagyon sok minden szól amellett, hogy Trump lesz a jelölt, és sok minden szól amellett is, hogy DeSantis lesz a jelölt, mert másnak esélye nincs. Lezárom és megnyitom az elválasztási. De még mielőtt, akkor egy kérdésre még maradt. Én szeretnék feltenni egy kérdést, igazságszerűen mind a kettőt kérhet. Az előttem kettővel szóló úriembernek a szavaiba szeretnék idézni, hogy testvérni. Adott egy Ukrajna, ami a keleti részében azért egy erős orosz kisebbség, vagy a többségé az a 40-50%-ával a területi elosztásban, de hogy Ukrajnában is ámulott azért 17,8%-os orosz kisebbségé, és hoztak azért egy nemzetiségi törvényt, ami tudjuk, hogy a magyarokra milyen hatást gyakorolt, rosszat, az oroszokra még rosszabbat, és hogy nem lehetne az egy reális indok arra, hogy Putyin ezt a háborút kirobbantotta, még ha csak ürügy is amúgy valójában, az az indok, hogy az oroszokkal, az ukránok még sokkal, és említése szóhasználat, de mocskosabbul viselkedtek, mint hogy a magyarokkal viselkedtek a nemzetiségi törvény hatására.
ez egy ilyen korrekt kérdés. Hát, ha van, ugye ez a rossz nemzetiségi törvény, ez Poroshenko, nem a Zelenszkij, csak mert ezt, nem szokt, ezt a közmédián, tehát össze szokták keverni, ezt még a Poroshenko vezetette be. Ha volt, szerintem politikai tévedés, az ez volt. Valójában az Ukrajnában élő oroszoknak nagyon bonyolult, az, én nem teljesen értem, az az identitás kialakulása. Nagyon sokan tartják magukat orosz anyanyelvű ukránnak, ebből a 17,5%-ból, akit mondtál, van is egy ilyen nyelvkeverék, tehát ez nagyon-nagyon bonyolult, és nagyon magas a vegyes házasságok aránya, tehát az megdöbbentően magas. Szerintem volt egy pillanat Ukrajnában, amikor ez jó irányba indult el, amikor ezt meg lehetett volna valami föderalista módon oldani, ahol mindenkinek megvolt a, és ez nekünk, magyaroknak is ez lett volna a Kárpátalja miatt a legjobb, de végére már szerintem nem ez volt a döntő szempont. És bocs, hogy belevágok a szabadba, de nem azért nem sikerült egyébként, mert hírszerzési információk szerint nagyon sokszor ezek mögött a kisebbségek elleni, illetve a kisebbségeket egymásnak ugrasztó akciók mögött az orosz titkosszolgálatok. Jó, hát minden mögött, hát a Hatalbányán mögött is, Orbán Viktor mögött, minden mögött az oroszország titkosszolgálatok. A magyar kultúraházától, tehát azt a magyar szolgálatok is elmondták nyilván, hogy ezt az orosz szolgálatok csinálták a magyar kultúraház elleni robbantásos akciót. Valami Németel... A is biztos ők vették le. Nem, de ez tényleg ki, de minden egy tényállítás. Oroszai színházban is az orosz titkosszolgálat ölte meg a saját orosz. Arra akartam csak utalni, hogy a kisebbségek ellen hergelés, a destabilizálás az egy orosz eszköz. De mindesetre a válasz, hogy szerintem nem ez volt a valódi indok, szerintem még ügyszinten se volt ez a valódi indok. Nagyon bonyolult ez a helyzet, nem hiszem, hogy Budapestről innen el tudjuk dönteni, nekünk a kárpátaljai magyarok miatt az az érdekünk, hogyha ez a háború lezáródik, és utána valahogy mondjuk a területileg integráls Ukrajnának rendeződik a helyzete, akkor ott egy föderális állapot valósuljon meg, ahol a nyelveknek a lehető legnagyobb szabadságot adják meg, és etnikai alapon van képviselet. Tehát a magyarok például úgy is küldhetnek, hogyha a lakosság arányaiban nem érik el, ahogy például van Dél-Tirolnál, hogy a lakosság arányban nem érik el, akkor is tudjanak küldeni képviselőt. Nekünk szerintem ez az érdekünk. Igen, szerintem ez egyébként ürügyként nem, hogy felmerült, hanem Putyin ezt sokszor mondta is, hogy ugye ez egy speciális katonai bűvelet, ami az ukránok oroszokkal szembeni viselkedésre egyfajta válasz. Tehát ő ezt abszolút alkalmazza, de ez, szerintem is ez csak egy ürügy, nem azért támadta meg, mert amiket korábban is elmondtam, hogy ez nem tehette meg azt, hogy a NATO hídfőállásokat építsen ki, akár Georgiában, ez korábbi sztorizban. Most már így kötelező, mert a Grúzia az egy sztálini elnevezés, és a grúzok nem szeretik, hogy a grúznak hívják őket, mert ugye a Sztálin egyébként ő is grúz volt. Én az orosztak, hogy meg úgy tanultam még. Igen, de ma már ugye Georgia egy független. Nehéz, mert ugye van egy amerikai Georgia is, és ezt az ember összekeveri. Tehát, hogy a háború azért tört ki, mert akkor a korábban beszéltük, most imád ne ismételjük el még egyszer, a nyelvtörvény valóban Poroshenko hozta, Zelenszkij csak a szigorított, illetve a betartatását, meg ő csak az ellenzéki pártokat, meg az ellenzéki médiumokat tiltotta be Ukrajnában. Tehát sajnos azt kell mondjam, hogy ez egy testvérnép, és egyik kutya másiket, tehát egyik sem a demokrácia és a tiszta közélet melegánya vagy feltétlen bajnoka lenne. Én is csak azt tudom mondani, hogy nem csak a kárpátaljai magyarság szempontjából, az anyaországi magyarság szempontjából is tényleg az az érdekünk, hogy az a háború ez ne terjedjen tovább, sőt érjen véget. És ez tényleg csak úgy lehet, hogy ha a két nagyhatalom ebben eljut arra a pontra, hogy érdekük legyen, hogy valamilyen megoldást találjanak, akár érdekbeszámítással, mert egyébként az európai békéknek Trianont leszámítva, az első világháború lezárását leszámítva, mindig valami fajta
érdekbeszámításos vége volt, pont azért, hogy ne törjenek ki újabb háborúk. Persze mindig kitörtek, de sokáig el lehetett odázni ezeket. Az első világháború lezárásának ez a na, akkor most megbüntetjük a veszteseket, jól móresre tanítjuk, jóvá tételre kötelezünk, hogy soha többet eszünk benne. És ezzel egyetértek, jó, abszolút. Ez egy ebből egy nyílegyenesen következett a második világháború, hogy Németországot és Ausztriát, Magyarországot is le akarták nyomni, dömölni a földbe. Németország ezt nem hagyta, iparilag, stb. Katonailag képes volt arra, hogy visszatér, és ezért lett a második világháború. És most sem szabad ezért annak felülni, annak, hogy akkor majd jól megbüntetjük Oroszországot, és tönkretesszük, és lenyomjuk, mert akkor majd Oroszország fog bosszút állni. Tehát mindenképpen olyan békének kell születnie, ami legalábbis középtávon garantálhat valami fajta státusz quót, amivel a felek többé-kevésbé ki tudnak egyezni, és esetleg kisebb villongásokat, pengeváltásokat leszámítva, ne legyen újabb katonai konfliktus a térségben. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és megosztottátok gondolataitokat a háborúban kapcsolatban. Nektek, önöknek nagyon köszönöm, hogy ilyen nagy számban eljöttetek. Tök jó, hogy egy vita azért így megmozgatja az embereket, és utána majd nyilván a közösségi médiában is elér egy nagyobb nézettséget. Ez a Zöld Generáció ifjúsági tagozatának volt a vita este. Jeszenszki Zsoltnak és Ungár Péternek nagyon szépen köszönöm, nektek mondom figyelmet.